A gazdatársak a mai Savai térséggyűlésén együtt nem szeretettel köszöntök minden megjelent gazdatársat, és különös tisztelettel a két előadókat, akik a másodat, helyettes államtitkárat, és rendbenyitósokat, a Agrárkapitalisági Kamarától. A mai a helység sokkal több emberre méretezett, tehát nagyon sokan eljöttek volna még. De igen, hát ősz van, és vetés, betakarítás, mondom, hogy a sok embernek ezt munkát ad, és nincs ideje. Talán ősszel télen erre több idő van, bár az állatenyésztés akkor is húzós. De én azt hiszem, hogy a létszámoktól függetlenül a rendezvényeinknek a célja az, hogy minél frissebb, minél több információt adjunk tagjainknak, ahhoz, hogy a napi akadályokat és a jövőt építve hát tudjanak segítséget kapjanak, és hát valamilyen eligazítást vagy lehetőségeket. A mai rendezvényünknek is mind a két előadónk erre a témára, illetve hát ezekre próbálja előadását építeni. Továbbá az egyesületi szempontból is egy új időszak előtt állunk az új állattenyésztési törvény kapcsán. Jelentős változások jönnek, vagy jöhetnek, és hát azt hiszem, hogy ez novembertől életbe lép, és erre felkészülni nem sok időnk van. De mindenképp muszáj tisztában lenni azzal, hogy mégis milyen buktatók, milyen lehetőségek vannak az új uniós állattenyésztési törvény kapcsán. És hát az egyéb információk, amelyeket egymással beszélgetés vagy találkozás kapcsán átadunk adni egymásnak, és nagyon fontos. Sokat gondolkodtam azon, hogy mennyire érdemes. A gazdatársadalom az egy nyitott, én azt hiszem, egymásnak elmondjuk minden gondunkat, bajunkat, hogy hogy csinálod, mit csinálod, hogyan lehet jobban, és hát mondjuk egy ipari vagy egyéb rendszerekben ez nem annyira divat, ott mindennek ára van, és hát kapsz információt, megfizeted. És azon gondolkodtam, hogy meddig lehet, vagy meddig érdemes, vagy szabad ezt csinálni, vagy ez a jó út, hogy adjuk át egymásnak a tapasztalatokat, a tudást, megszerzett tudást, vagy üljünk rá, és hát attól próbáljuk ezt teremteni. Én azt hiszem, hogy az út a helyes, hogyha egymásnak átadjuk, és ebből most nem forintosítjuk a megszerzett tudást, tapasztalatot, hanem ilyen találkozókon és egyéb hát fórumokon átadjuk ezeket. Hát ennek is kapcsán, vagy ennek egy egyében indítnám meg akkor a mai beszélgetésünket és hát a mai találkozást. Megköszönném még a házigazdának, Sora Katalinnak, úgy házigazdánk, hogy mint a tenyészetét, ők tenyészetüket fogjuk megnézni, és hát azért hozzásegített ahhoz, hogy ez a rendezvény itt létrejöjjön a munkáját, és hát a lehetőséget, hogy megnézhetjük a igen, nyívós szint is tenyészetüket. Megkérném akkor Tarpati Tamás urat, hogy a előadását tartsa. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tarpataki Tamás vagyok az Agrárminisztérium részéről, és alapvetően egy általános, kicsit a mezőgazdaságot bemutató, azon belül az állattenyésztés, illetve a húsmaratartás
helyzetét bemutató előadást fog tartani, tehát az elején, az első harmadában lesz egy csomó szám, ettől nem kell megijedni. Nem fogom az összeset felolvasni, és inkább csak az érdekesebb dolgokra szeretnék rámutatni velük. Lesz egy olyan része az előadásnak, ami az ágazatban elérhető támogatásokat mutatja be, első pilléres, illetve második pilléres támogatásokat, tehát különböző közvetlen és állami támogatásokat, illetve végfejlesztési támogatásokat. Szeretnék néhány szót szólni a közös agrárpolitika jövőjéről. Ez egy nagyon fontos kérdés, bár jelenleg még a reform folyamatnak nagyon az elején vagyunk, tehát még minden mozog, minden képlékeny, de úgy gondolom, hogy néhány szót érdemes erről is látani. És ugye szóba került az állattenyésztési törvény, amely tulajdonképpen egy jogharmonizációs kötelezettségünk, amely az uniós állattenyésztési rendelet megújulásából fakad. Erről is szeretnék egy néhány szót mondani, amennyit lehet jelen állapotában. Megpróbálom nem összekeverni a mikrofont és a mutogatót. Nos, hátulról mennyire látszanak ezek a számokat, kérdezem. Mennyit mutatok? Köszönöm szépen. Köszönöm, szuper. Ennyire gömerik. Jó, még egyszer mondom, nem kell megijedni. Ez egy olyan általános dia, amit szinte minden előadás elejére oda teszünk. Ezekkel az alapvető számokkal próbáljuk meg a mezőgazdaság általános állapotát magunk is figyelemmel kísérni, illetve bemutatni adott esetben. Az első sor az a GDP növekedés mutatja, ugye ez csak kismértékben függ a mezőgazdaságtól, de az látszik, hogy 2013, 14, 15, 16, 17, 18 évek vannak bemutatva. Ugye itt 2016, ami egy kicsit kilóg lefelé, és 2013, egyébként 3, 4, 4 fölötti értékek vannak. A 2018-as érték az értelemszerűen még csak részadat. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy évvégén is lesz ennyi, de minden esetre biztató. A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének volumen változása, ez egy gyönyörű, gyönyörű érték, nem kell megijedni ettől sem. Ugye itt arról van szó, hogy a bruttó hozzáadott értékben a mezőgazdaság része az évről évre hogyan változik, és az előző évhez viszonyulnak a számok. Tehát 14,7% az azt jelenti, hogy 2012-hez képest 13-ban plusz 14,7%-kal több volt a mezőgazdaságnak a hozzájárulása. Itt egy dolgot szeretnék kiemelni, illetve kettőt, ugye ez lehet negatív is. És ettől sem kell mondom megijedni, hiszen ez egy éves alapon változó szám. Tehát az, hogy mondjuk 2014-ben, 2013-hoz képest majd 20%-kal nagyobb volt a mezőgazdaság hozzájárulása a hozzáadott értékhez. A következő évben lehet, hogy ez egy 24,1-es szám, de ez nem jelent semmiféle katasztrófát. Egyébként majd látni fogjuk, hogy a 14, illetve a 14-ről 15-re változó számok, illetve a 16-ról 17-re változó számok, mint itt is lehet látni egy 29%-os értéket, hogy ezek egészen exakt eseményekhez köthetők, de nem szeretnék elébe menni. Ugye a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP növekedéséhez az arányban áll a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének volumen változásával, ennek tulajdonképpen a 0,4-es szorzója. Látszik, hogy ez teljes mértékben követi az előző értékeket. A mezőgazdaság részesedése a hozzáadott értékből folyóáról számítva pedig általában egy ilyen 4% körüli érték, plusz-minusz 1-2%. Ezt nagyon szeretjük, ezt a diát, és úgy gondolom, hogy tényleg önmagáért beszél. Ez a mezőgazdaság kibocsátásának alakulása, itt 2010-17 az időtartam, amit vizsgálunk, és nagyon jól látható, hogy mind folyóáron, mind változatlan áron, tehát 2010-es árakon számolva teljesen egyértelműen nő a mezőgazdaságnak a kibocsátása, és ez tényleg nagyon jó. Hogyha mondjuk 10-től 17-ig a változatlan áras növekedést nézzük, akkor is egy jó 25%-os növekedés figyelhető meg a mezőgazdaság kibocsátásában. Hogyha a folyóáron nézzük, akkor ez pedig több mint 50%.
Azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon jó és tényleg nagyon szép. Hogy a jövőben mennyire lesz ez a szintű növekedés tartható, az majd kiderül. Elsősorban attól függ egyébként, hogy mennyire tudjuk a saját versenyképességünk növelésére fordítani azokat a támogatásokat, amik egyébként majd elérhetők lesznek az agrárvállalkozók számára. Itt is szeretnék támutatni, hogy 2014-15-re a változatlan árakon számolt kibocsátás az megtorpant, illetve itt volt egy pici csökkenés, illetve 16-17-re is. Nem nagy titok egyébként, és a további számokból is nagyon jól látható majd. 2014-ben augusztus elején jelentette be ugye Oroszország az embargót a gáztermékekre. Ezt egy nagyon komoly sertéspiaci, tejpiaci, zöldséggyümölcspiaci almával rettenet volt. Válság követte, és ez nagyon erősen visszavetette a mezőgazdaságnak a teljesítményét, nem csak nálunk, hanem máshol is. 17-ben pedig a madárinfluenza az, ami nagyon durván ráhúzott egy csomó számot. Ez az agrárkereskedelmünk alakulása nagyon-nagyon egyszerű módon bemutatva. Ugye a kék oszlopok évenként 2014-17-ig megyünk, a kék oszlop jelenti az exportot, a piros az importot, a zöld az egyenleget. Az egyenlegünk, hála Istennek, mindig pozitív, az exportunk nő. Ugye 2012-ben volt egy rekordév, ott mentünk először 8 milliárd euró fölé. Azóta a 8 milliárdot sikerült kétszer is megütni, 13-ban és 16-ban, 17-ben pedig újabb rekord, 8,9 milliárd volt az exportnak az értéke. Az import is nő, szerencsére nem annyival, mint az export. Nyilván ez sem az export, sem az import összetételéről nem mond semmit. A két vonal, az pedig a mezőgazdasági exportnak és az importnak a részesedése az összes exportból és importból. Ahhoz pedig a jobboldali függőleges tengely ad számokat, tehát ez itt százalék. Tehát a mezőgazdasági exportunk az összes exportból közel 9%, a mezőgazdasági import az összes importból pedig közel 6%. Mezőgazdasági termelés szerkezete megint csak egy nagyon alapvető ábra. Ugye itt az látszik nagyon jó, hogy a szántóföldi rész elviszi, hát nem is a felé, de jó 40%-át a mezőgazdasági termelésnek. Gabonafélék, olajos növények, fehérje növények, cukorrépa, takarmány növények, még hogyha a burgonyát teveszem, akkor ez több mint 40%. Jönnek a friss zöldségek, gyümölcsök, ami nyilván nem csak szántóföld, de ezt is hozzáveszem, akkor ez már 50%. Szőlőbor, egyéb növényi termékek, és utána jönnek az állatos összetevő. Ezen belül nyilván a baromfi és a sertés a maguk 10-10%-ával, a nagyobb ágazatok, a szarvasmarha ágazat mintegy 3,5%-kal, a tejágazat pedig közel 7%-kal van jelen a mezőgazdasági termelésben. Hogyha ugyanezt megnézzük az állattenyésztésre, akkor itt is látható a sertés és a baromfi domináns szerepe. Hát, hogyha csak az állattenyésztést nézzük, akkor ez a kettő közel 30-30%, a tejágazat mintegy 20%-kal részesül, és a szarvasmarha ágazat pedig kb. 10%-kal. Hát itt az arányok nyilván ugyanaz, mint az egészben, csak egy kisebb vetítési alapra. Nagyon fontos, hogy hogyan állnak az állományok. Itt tulajdonképpen egyedül a szarvasmarha az, ami az elmúlt időszakban nőtt, az elmúlt időszak alatt még a csatlakozástól eltelt időt leszünk, tehát 2004-en indulunk. Ez egy százalékos grafikon. 2004-et tekintjük, ha 2004-et tekintjük 100%-nak, akkor most hol áll. Látható, hogy a szarvasmarha állományban mintegy 20%-os növekedés következett be, ellentétben a sertéssel, a juhval, illetve a tyúkállományokkal. Nyilván az állomány nagysága önmagában túl sokat nem mond arról, hogy egy ágazat mennyire működik jól. Mégis azt gondolom, hogy ha valahol növekszik az állomány, akkor az feltétlenül mutatja azt, hogy abban az ágazatban van perspektíva. Nyilván ezek a kisebb dátumjelölések, ezek már nem látszanak, úgyhogy megpróbálok egy kicsit segíteni.
ráadásul nem is a lézerrel, mert már az eset, hogy milyen picit mutogatni. Tehát itt van 2010, és a elnézést, de ez a sejtés ágazatra vonatkozó vonal lesz, amit most egy picit magyarázok, ez a piros, nem a marha, de nagyon érdekes. Tehát látszik, hogy mert erről nagyon sok szó esik, és talán nem érdektelen mindenki számára. Ugye a sejtés állományokkal kapcsolatban rengeteg dolog megjelent. Gyakorlatilag folyamatosan csökken a csatlakozás óta. Nyilván mindenféle próbálkozás történt arra, hogy ez javuljon. Többek között 2012-ben, itt vagyunk, elindult a serpés stratégia. Itt rögtön lehet látni, hogy egy ilyen két éves időtávlatban nőtt, aztán egy picit stagnált, és itt 2014 után megint beesik, megint csak oroszlán maradó. Tehát nagyon-nagyon jól látszanak a számokból azok a markánsabb események, amik egyébként nélkül a mezőgazdaságot teljes mértékben kimutatható. A serpés ágazati stratégia egy olyan intézkedéscsomag, ami legalább két tucat intézkedésből áll, a kormány ehhez hozzárendelt valamennyi pénzt, nem olyan rettenetesen sokat, ilyen 1 milliárd körül egy évben, ami különböző célokra megy el, akár tenyésztésfejlesztéstől, a marketingen keresztül, mangalicára, sok mindenre. De a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy itt teljesen egyértelmű, hogy a serpés stratégia beindulásával nyilván nem csak annak köszönhető, hiszen itt volt aztán áfa csökkentés, és ami szintén 2014-ben indult, és aztán folytatódott. De ezek a folyamatok mindenképpen pozitívan hatottak rá, utána jön egy embargó és borul minden. Úgyhogy ebből szerintem csak ennyi a tanulság. No, ez is egy nagyon fontos mutatója annak, hogy mondjuk egy ágazatban hogyan működnek a dolgok. Itt azt láthatjuk, hogy a jövedelempontú agrártámogatások aránya az adózás előtti eredményből lesz hogyan áll. Magyarul ez egy arányszám, ami azt mutatja, hogy az adózás előtti eredménynek hány százaléka az a támogatás, amit az adott ágazatban elméletileg fel lehet venni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon durva ökölszám. Az arányból egyértelmű, hogy ahol ez 100 fölött van, az úgymond támogatás függő. Tehát ahol az adózás előtti eredménynek több mint 100%-a a támogatás, az azt jelenti, hogy támogatás nélkül ott nem olyan lenne adózás előtti eredmény, vagy az negatív lenne. Azért szeretném hangsúlyozni, hogy ezekről a számok, de azért mégiscsak mutatnak valamit, mert a számítás módja az, hogy az adott azokat a mezőgazdasági vállalkozásokra nézik ezt az értéket, amelyeknek a bevételnek legalább kétharmada az adott típusú termelésből származik. Magyarul ez azt jelenti, hogy mondjuk itt a baromfi tartó, hogyha valakinek a bevétele legalább kétharmada a baromfi tartásból származik, akkor ebben már beleszámolják. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a minden ágazatban vannak olyan szereplők, akik gyakorlatilag a támogatásra játszanak. Tehát arra, hogy teljesítse a feltételeket, fölveszi a támogatást, aztán csinál valamit, vagy értékesít rendesen, vagy nem, vagy feketén, mindegy. Tehát, hogy vannak olyan típusú szereplők, akik kihasználják a támogatási lehetőséget, de mondjuk fejleszteni már nem feltétlenül akarnak, el vannak azokkal a lehetőségekkel, amik a környezetben adottak, és nem kívánnak ebből tovább lépni. Vannak olyan szereplők, az pedig a másik véglet, akik mondjuk európai vagy világszinten is versenyképesek adott típusú termelésben, és eszük ágában sincsen leállni, hanem mondjuk még jobbak akarnak lenni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan ágazatban is, mint a serpés ágazat, ahol ez az arányszám 300% fölött van, 300% fölött van átlagban, ott is vannak olyanok, akik nem támogatásfüggők, tehát akiknek támogatás levonása után is pozitív az adózás előtti eredményük, és olyanok is vannak, akik ennél viszont rosszabb helyzetben vannak. És ez minden ágazatra igaz.
És ugye a hús-magatartásnál ez 161,9%, nyilván erre is fokozottan igaz, hogy van olyan is, aki támogatás nélkül is bőven produkál bevételt, és van olyan is, aki ténylegesen támogatás függő, vagy ha nem lenne támogatás, akkor valószínűleg el kellene gondolkozni azon, hogy mit kellene máshogy csinálni. De most az állattenyésztés teljesítménye 10-17 között egyértelműen a mezőgazdasági kibocsátás is nőtt, és ugyanez érvényes az állattenyésztésre és az állattartásra is, hogy hála Istennek ebben az időszakban szignifikánsan nőtt. A 17-ben 883 milliárd forint volt az állattenyésztés kibocsátása, ez folyóáron 47,2%-kal változott, 8,3%-kal haladta meg. Hogyha még visszaemlékszünk, hogy a mezőgazdaság, az egész mezőgazdaság tekintetében folyóáron több mint 50% volt, változatlan áron pedig 27% volt a növekedés. Nyilván ez egy kis mértékben elmaradt folyóáras, a változatlan áras az nagyobb mértékben, de itt is teljesen egyértelmű, hogy ebben az időszakban az állattenyésztések kibocsátása nő. Bocsánat, itt, hogyha megmondjuk, akkor a szarvasmarhaágazat kibocsátása folyóáron 135%-kal, változatlan áron 7,6%-kal, és a tejtermelés az pedig közel 44%-kal, illetve átadom már, hogy 14%-kal nőtt. Hogyha megnézzük most a szarvasmarha ágazatot közelebbről egy picit, akkor azt láthatjuk, hogy a közvetlen környezetünkben, tehát az Európai Unióban a legnagyobb 5-6 ország kétharmadát, közel 3/4-ét adja a kibocsátásnak. Várhomban a termelés mutatja ez az ábra. Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország, ez ugye a top 5. Ezek konkrétan kétharmadát adják a termelésnek. Rögtön mögöttük ott van Írország, Lengyelország, és Magyarország mindegy 0,8%-kal képviseli magát a várhomban a termelésben. Ha megnézzük ugyanezt az állományokra, akkor nagyon hasonló képet látunk, viszont az első évben már befért Írország is, sőt helyet cserél Spanyolországgal. Ez azt jelenti, hogy ugye az íreknek gyakorlatilag az állományok nagyobb, de a vágóban a termelés összességében értékben kisebb, mint a spanyoloknak valamennyivel értékesebb az állomány. Magyarország itt is az állomány tekintetében ugye ezt az 1%-ot hozza, érték tekintetében 0,8, tehát hasonlóan vagyunk, mint az írek egy picit, hogy ez az arány egy kicsit fordítva van. Az élő szarvasmarha kivitel, megint csak azt mondom, tehát Franciaország ebben is élen van, amiben majd nem lesz élen az a hús kivitel, ott majd Írország lesz. De itt látszik, hogy élőt, aki kivisz Franciaország, Hollandia, Németország, Spanyolország, itt is benne van az első ötben, és Románia jön fel a második helyre. Romániában nyilván rengeteg élő szarvasmarha adja el az országot, és Magyarországonál is látszik, hogy az élő marha kivitelben az Európai Unión belül képviselt aránya, az az állományhoz, vagy az értékhez képest magasabb. 3,4%-ot képviselünk élő marha kivitelben. Rögtön a marha hús kivitel, ebben Hollandiában mindenképp, a közel negyede a kivitelnek az Hollandiából, a marha hús kivitelnek Hollandiából származik, és látszik, hogy Írország, aki egy darab élő marhát nem visz ki, húsban viszont rengeteget, közel 16,4%-át az EU kivitelnek. Lengyelország jön be a harmadik helyre 11%-kal, Németország, utána jön csak Franciaország, Belgium, Spanyolország, Olaszország, tehát ezek a nagy termelő országok a hús kivitelében egy kicsit háttérbe szorulnak. Magyarország 0,3% az EU hús kivitelében, a marha hús kivitelében. Ugye ez egy olyan táblázat, ami gyakorlatilag azt mutatja be, hogy mi történik nálunk vágóban a termelésben. A kibocsátásunk az nőtt, hála Istennek, az egy
ütősoros táblázat, de nem a sorokat akarom magyarázni, inkább nézzük egy oszlopot, a kúrens oszlopot. Durván 90 ezer tonna a termelésünk, ennek egyharmada exportra megy élő formában, durván kétharmada kerül vágásra, és a markolós exportunk pedig 13-14 ezer tonna volt 2017-ben. Hogyha az állományt nézzük, akkor ahogy erről volt már szóval nőtt, hála Istennek a szarvasmarha állomány, ezen belül nőtt a tehén állomány is, és ez a tehén állomány növekedés, ez teljesen egyértelműen a húshasznú tehén állománynak a növekedése. Tehát a tejelőtt tehén állomány az stagnál, a kettős hasznú tehén állomány az csökkenő tendenciát, azt nem tudom ráhatítani előbb járra elnézést, higgyék el nekem. Úgyhogy ez a növekmény 10 óta, ez gyakorlatilag a húshasznú tehén állomány növekedéséből adódik. Felmerül a kérdés, hogy miért? Nyilván itt a földforgalmi törvény előnyben részesítette az állattartást. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy valamennyire több állat kerül beállításra, és nem utolsó sorban a támogatási környezet, amiről meg szintén szó lesz. Élő állatvágások 17-ben kb. 105 ezer darab szarvasmarha került levágásra, az élősúlyban 53 ezer tonna, vágósúlyban pedig 27 ezer. Az előző évhez képest ez egy picit csökkent. Hogyha megnézzük, hogy mit vágtunk, annak mi az összetétele, közel 70% tehén, mintegy 20%, 21% bika, 2,6% küsző, 1,5% fiatal marha és majdnem 1% a bori vágásokból. Ez ugyanaz a táblázat, mint az előbb, csak 2018 első fél évére vonatkozóan, ugye hogyha a 105 ezerhez viszonyítjuk az 56-ot, akkor úgy tűnik, hogy egy kicsit többet vágtunk 2018 első fél évében, mint a 17 mondjuk fele, és ez megmutatkozik az előző évhez viszonyított arányokban is, tehát úgy tűnik, hogy valamennyire több vágás van, mint tavaly. Szarvasmarha ágazat kibocsátása, ez folyóáron számítva, ugye itt is egyértelmű, hogy 2010-hez képest, még hogyha ha van is benne vicsaklás, egy teljesen egyértelmű fejlődés látható mind a tej, mind pedig a vágómarha kibocsátását tekintve. Két az az élő, illetve a külkereskedelemről. Igazából megint csak azt mondom, hogy ez egy nagyon egyszerű számít. Az nyilvánvaló, hogy a külkereskedelmünk, az exportunk, importunk, az hektikus. Tehát mindenki tudja, hogy a török export a leginkább domináns a marha kivitelben, élő marha kivitelben, és ez meghatározó mutatója a külkereskedelmünknek. Néha nem megy, és akkor megint csak vannak a számok. Ettől függetlenül az egyenlegünk az élő marha tekintetében feltétlenül mindenhol pozitív. Ez értékben ugyanaz, mint az előző ával mennyiségben. Látszik, hogy teljes mértékben követi ez is az előző ágát. A fő célország, ahogy mondtam, Törökország, tehát ide megy a kivitelünknek közel 50%-a. Másik legjobb partnereink Olaszország és Ausztria. A osztrák hármas, ez elviszi gyakorlatilag a 3/4 célország tekintetében az exportunknak. Viszont még Horvátországban, Romániában, Németországban, Szlovéniában, de az EU kívülre is, Uzbekisztán, illetve egyéb helyekre. Inkább erre az ábrára szeretném felhívni a figyelmet, illetve még inkább majd a következőre. Tehát az élő marhánál értékben is és mennyiségben is elég egyszerű volt az ábra. A marhahúsnál már látszik, bár nyilván a belső fogyasztásunk az mondjuk jelentősen elmarad az uniós átlagtól, és nem csak a miénk, hanem a 2004-ben csatlakozott országok általában elmaradnak
a korábbi tagállamokat, az 15 átlagától, mondjuk negyedét fogyasztják. Tehát 12 egész valahány kilogramm az EU15-ök marhós fogyasztási átlaga per fő per év. Ugyanez a szám mondjuk 3-3,5 az újonnan csatlakozott tagállamok esetében. Most visszatérve a marhós külkereskedelemre, ugye itt a kék az export, általában többet exportálunk, mint importálunk, ugyanakkor látszik, hogy a balansz, tehát a mérleg az 2006-ban például negatív volt, illetve más esetekben is nagyon közelíti a nullás vonalat. És hogyha ezt értékben nézzük, akkor pedig már sokszor negatív volt. Tehát viszünk ki élőmarhát, viszünk ki marhaost, importálunk is marhaost, de hogyha az export-importot értékben nézzük marhaostra, akkor nagyon sokszor az egyenlegünk az bizony már negatív. A húsfertfoltunknak a fő célországai azok Hollandia, Ausztria, Románia, Lengyelország, Dánia, Németország, csak ugye hatodik, ugye? Róla, hatodik helyen, igen. Nem, de hatodik helyen, jól láttam. Hatodik helyen szerepel. Ezzel együtt, ahogy az előző ábrából is látszik, valószínűleg értékben is és mennyiségben is van hová fejlődni a húsexportunk. Nagyjából ennyik voltak a számok, elnézést, de a támogatásokkal kapcsolatban is csak számokkal leszek kénytelen operálni. Megpróbálom azt is úgy, hogy minél jobban emészhető legyen. Tehát van ugye egy jelenlegi támogatási rendszer, ami több összetevős. Legtöbbször egyébként a kedvezményezettek nincsenek tisztában vele, hogy a támogatásnak pontosan mi a forrása. Nem is feltétlenül szükséges ez. Ez abból a szempontból fontos, hogy bizonyos, tehát a forrás nagyon sokszor meghatározza nem csak a támogatásnak a mértékét, de a támogatás nyújtásának a módját is. Ennek a legegyszerűbb példája az, mindenki tudja, a vidékfejlesztésben pályázatos rendszer van, és társfinanszírozás, a közvetlen támogatásoknál első pillérben, vagy állami támogatásoknál ezek ugyanúgy visszanemtérítendő támogatások, mint a vidékfejlesztés, de nem kell pályázat, üzletitel, adott esetben normatív módon állatalapon, hektár alapon kerülnek kiosztásra, nincsen vele olyan elszámolási kötelezettség, utolagos ellenőrzés, stb. Mint a mondjuk a vidékfejlesztésben. Ezzel együtt az első pilléres támogatások, tehát a közvetlen típusú támogatások sem teljesen egyformán forrás tekintetében, és éppen ezért a nyújtások módja is eltérhet, különös tekintettel a magukra az eljárások, amiben a támogatások kiosztásra kerülnek. Ez abból fakad, itt az előadás előtt beszélgettünk egy páran, hogy a közvetlen támogatások rendszere az egy régmúltra visszanyúló dolog. Nem voltak mindig közvetlen támogatások. 1992 előtt a közös agrárpolitika teljesen másként működött. Mesterségesen magasan tartott belső piaci árakon keresztül biztosították azt, hogy a termelőknek megfelelő jövedelme legyen. Ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerűen szólva az európai belső piaci árak köszönő viszonyban nem voltak a világpiaci árakkal, de akár 20-30%-os eltérés is lehetett közöttük, ezért mondjuk az exportra támogatást kellett nyújtani, különben nem lett volna versenyképes a világpiacon, az importra lefelőzéseket kellett alkalmazni, különben túlságosan versenyképes lett volna az import, ami bejön. És ezt 92-ben meg kellett szüntetni, WTO konformá kellett tenni a közös agrárpolitikát, és akkor vezették be az úgynevezett kompenzációs támogatásokat, amelyeket mi ma közvetlen támogatás, alapvetően közvetlen támogatások néven ismerünk, és 92 óta eltelt több mint 25 év, a közvetlen támogatások rendszere is többször átalakult, annak érdekében, hogy ez a WTO-ban egy elfogadott zöld-kék-dobozos támogatásnak minősüljön, és ne kelljen állandóan küzdeni azért, vagy nemzetközi bíróságokra járni annak érdekében, hogy ezek a támogatások európai szinten védhetők legyenek. És ebből
több dolog következik, például az, hogy a 92 és 2004 között eltelt időszakban is más volt a közvetlen támogatások rendszere, mint 2004 után, amikor belépett 10 új tagállam, majd aztán Románia és Bulgária, meg még Horvátország is. Az Európai Bizottság folyamatosan átalakította a közvetlen támogatások rendszerét is, és ezeknek az átalakulásoknak mindig van valami maradéka. A tagállamok nyújthatnak átmeneti nemzeti támogatásokat, ami tulajdonképpen uniós forrás, de rá mondjuk, hogy egy nemzeti támogatás, nyújthatnak tényleges nemzeti támogatásokat is, aminek szintén változik a szabályozása időről időre. És akkor vannak az úgynevezett alaptámogatások, amiket mindenki nyújthat, de az is lehet termeléshez kötött, vagy termeléstől elválasztott, és még sorolhatnám. Tehát ezt csak azért szerettem volna felvillantani, hogy látható legyen, hogy miért van annyi különböző típusú vagy különböző nevű támogatás, ezek bizonyos mértékben különböző zsebekből jönnek, illetve különböző eljárással lehet csak adni őket. Nem mi találjuk ki a magunk szórakoztatására, hogy legyen 3-4-5 féle támogatás, ami mondjuk egy ágazatban elérhető. Az egyik szereplő számára nem, mert nincsen történelmi jogosultsága, a másik szereplő számára igen. Az új belépő az kaphat valami, vagy a fiatal gazda kaphat pluszt. Szóval ezek mind az európai szabályozásból származnak, a közös agrárpolitika keretein belül működünk, és ezen belül teszünk meg mindent annak érdekében, hogy minden ágazatban a lehető legtöbb támogatást nyújtsuk. Miért? Azért, mert mások is ezt teszik, és hogyha nem tennénk, akkor az versenyképességi hátrány lenne a saját termelőink számára. Tehát úgymond az igazgatás vagy a jogalkotás is benne van a csőben egy picit ilyen szempontból. Nem tehetjük meg azt, hogy mások kihasználnak bizonyos támogatási lehetőségeket, amikkel megtámogatják a termelőinket, mi pedig nem. Ez ugyanis versenyhátrányt jelenteni. Jó, ennyi bevezető után. Tehát a területalapú támogatásoknak jelenleg van egy alaptámogatás összetevője, és egy olyan összetevője, amit a zöldítés keretében, tehát közösségi vállalások teljesítése esetén kaphat meg a termelő, ezért durván 30%. Az alaptámogatás és a zöldítés átlagosan hektárra vetítve mintegy 224 eurós támogatási lehetőséget ad, ezen felül nyújtható a fiatal gazdák támogatása. Termeléshez kötött támogatás, ugye ezt említettem, a termelést elválasztott, termeléshez kötött. Tehát termeléshez kötött támogatásoknak az értékei, ugye az anyatehén támogatás, itt egy mindenhol 312 euróval számoltunk. Azt tudni kell, hogy a támogatásokat értelemszerűen euróban számolják, akkor, amikor nekünk forintra át kell számolni, akkor a szeptember 30-i árfolyamat, utolsó árfolyamat kell nézni. Úgyhogy ezek a minden forint érték csak közelítő érték tud lenni. Tehát az akkor derül ki szeptember 30-ának az utolsó árfolyamat, szeptember utolsó napi árfolyamat kiadják, akkor kell átszámolni, és akkor van pontos érték. Úgyhogy elnézést, hogyha valaki esetleg néhány forinttal eltérő értéket látott más előadásban, vagy hallott. Az anyatehén esetében ez mintegy 44 ezer forint, hízabika esetében 16 ezer forint, tejhasznú esetében, tejhasznú tehén esetében pedig 101 ezer forint. Termeléshez kötött támogatások. Itt a termeléshez kötés, azt úgy képzeljék el, hogy van a közös agrárpolitikán, van az egész Európai Uniónak egy költségvetése, azon belül le van határolva, hogy mennyi a közös agrárpolitika, az le van bontva tagállamra, az le van bontva első és második pillérre, és az első pilléres támogatásokon belül a közvetlen támogatásokból 13%-ot lehet termeléshez kötöttem kiosztani, ezt mi megveszünk 13-at, plusz 2%-ot fehérje növény termelésre lehet fordítani, termeléshez kötöttem. Ezt azért vezette be az Európai Bizottság, hogy ösztönözze a fehérje növény termelést. Szemes fehérje takarmány esetében hektáronként ez mintegy 62 ezer forint pluszt jelentett, száraz fehérje takarmányok esetében pedig 23 ezer körülbelül fele. Bocsánat.
És ahogy említettem, közvetlen támogatásoknak is több formája van, ezek történelmi maradványok, átmeneti nemzeti támogatást is nyújthatunk. Ennek a kerete, ez fokozatosan csökken. Tehát ugye az Uniónak van egy 7 éves költségvetési periódusa, általában ehhez próbálják megigazítani a közös agrárpolitika szabályozását is, ez most is így történik egyébként, tehát most van, de erről majd még fogunk beszélni, a közös agrárpolitikának egy újabb reformcsomagja, ami majd az új pénzügyi perspektíva, vagy a közös pénzügyi keret időszakára vonatkozó szabályozást vetíti előre. A jelenleg működő KAP 2013-ban került elfogadásra, 14-20-as költségvetési periódusra, és ebben a tagállamok számára, amelyek átmeneti nemzeti támogatást nyújtottak, egy degresszív, egy csökkenő mértékű átmeneti nemzeti támogatási lehetőséget biztosítottak. Természetesen élünk ezzel a lehetőséggel. Itt is van termeléstől elválasztott támogatás, most már ára ez mintegy 30 ezer forint per egyet. Anyatehénnél termeléshez kötötten mintegy 22 ezer forint. Van extenzifikációs támogatás, ami szintén 30 ezer forint egyedenként évente. És van egy termeléstől elválasztott tej támogatás, amit viszont literre vetítünk, ez mintegy 5,5 forint. Ahogy mondtam, amit lehet, adunk. Tehát mindig elmegyünk a falig vagy a plafonig ezekkel a lehetőségekkel, mert látjuk, hogy mások is ezt teszik és kihasználják. Ez egy versenyképességi kérdés. Ennek okán az átmeneti nemzeti támogatásokat a jelenlegi KAP keretei között nyilván fennkívánjuk tartani. A jelenlegi KAP az 20-20-ig megy mindenképpen. Elvileg 21-től változik mindenképpen a szabályozás. Amit lehet, odaadunk előlegbe, ez is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, nem kívánunk változtatni az eddigi gyakorlaton, amit lehet, odaadunk előlegbe, amit lehet. Ezen kívül ugye van egy tenyésztés szervezési támogatás, ami törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálatra, tenyésztértékbecslésre lehet igénybe venni tenyésztő szervezeteknek. Ez viszont nem biztos, hogy már látszik, úgyhogy itt kiemelnénk. Nem érték sorrendben van. A Magyar Sárgavék Tenyésztők Egyesülete több mint 30 millió forint támogatást tud ezen a címen elhívni. Nyilván a Holstein-Fries Tenyésztők Egyesülete magasan viszi a prémet, tehát egy kb. 10-szeres érték szerepel. Hasonló volumennel bír a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesülete, illetve a valamivel kisebb támogatási értékkel a limuzére, Magyar Tarka kétszerről, igen, azt hiszem én is. Jó, nem tudom, melyik az igaz. Még az is lehet. Nem, a 76-30-et az. Köszönöm, Zsombor. Akkor ezt akkor ne nézzük, ezt mi teszünk belőle. Jó, sem egyébként, igen, tehát lehet, hogy az egy bontott érték, és benne van a táblázat, de szépen sosettől észre. Köszönöm. Nos, ugye itt is előadásra mondtam, beszélgettünk egy pár nap, tehát a közös agrárpolitikában alapvetően az Európai Unió nyújtja a támogatásokat. Van lehetőség állami támogatásra is, tehát tisztán nemzeti forrásból gyűjtött támogatásra is, de ez mindig egy nagyon szűk mesdje. Nyilván, hogyha a közös agrárpolitika megengedné, hogy a tagállamok bármennyi állami támogatást adjanak, akkor az egy nagyon torz helyzetet eredményezne, hiszen azok a tagállamok, amelyek költségvetési helyzetükből fakadóan, vagy akár a saját belső indítatásukból következően többet adnának a mezőgazdasági termelésre, akkor azt torzítaná a közös agrárpolitika és a belső piacnak a működését. Úgyhogy ez csak egy nagyon szűk mencse. Nem menjünk bele most részletesen az állami támogatásokba, annak is van többféle formája. A lényeg az, hogy itt is amit lehet kihasználni, és ilyen szempontból bírjuk a kormányt, tehát ez nem csak egy agrár szakpolitikai kérdés, vagy gondolatok, vagy támogatás,
hanem itt a kormányzat támogatása is szükséges ezekhez az intézkedésekhez, hiszen, amint mondtam, 100%-ban nemzeti forrásból megy. Tehát, amit Brüsszel megenged, nem sokat egyébként, azt akkor lehet továbbni, hogyha azt arra egyébként költségvetési szempontból is rábólintanak tagállamon belül. Tehát azért mondom, hogy ez mindig szükséges a kormányzat támogatása is. Az egyik legnépszerűbb támogatási forma a de minimis. Ugye itt van egy ország keret, amit az ország elkölthet, egyéni kerete is van a termelőknek, vagy a szereplőknek, inkább úgy mondom, és ameddig ezt nincs használva, addig ez különösebb teketória nélkül adható. Az egyik legegyszerűbb formája ennek a támogatott hitelek, van egy agrár Széchenyi kártyánk, ami egy nagyon jó működő konstrukció, aki használta már, ismeri, aki nem használta már, érdemes odafigyelni rá. Egy 4% pontos kamattámogatás, állami támogatás van ezen a hitelen, ami azt jelenti, hogy 0,11% kamat van rajta ezen a hitelen. Elég rugalmas, tehát 500 000 forinttól 100 millió forintig lehet felvenni, és akár fiatal gazdák is felvettek, úgyhogy nincsen lezárkodatossági élők, ott maximum 25 millió lehet felvenni, illetve tárgyi biztosíték nélkül is igénybe lehet venni 25 millió forint elejét. Ugye azt mondom, ez tényleg egy barátságos konstrukció, ennél barátságosabb már csak a 0%-os hitel lenne, de azt még egyelőre nem tudjuk. Majd igyekszünk, jó? A 11-ben indult az Agrár Széchenyi kártya, azóta több mint 11 ezer darab hitelszerződés köttetett meg. A kihelyezett hitelösszeg több mint 100 milliárd, és jelenleg is mindegy 64 milliárd hitelállomány. Ezek voltak az első pilléres támogatások. Második pillér, vidékfejlesztés. Azt mondom, hogy megpörgetem egy kicsit, nem tudom, hogy időben, ahogy állok. Ha még nem aludt el senki, akkor. Igazából arról van szó, hogy a vidékfejlesztésen belül ugye mindenki ismeri az állattartóterületek korszerűsítése típusú támogatást, ez a legnépszerűbb dolog. Valójában arról lehet beszámolni, hogy ez minden folyamán. Hála Istennek egyébként. Itt is az előadás előtti beszélgetésben elhangzott, hogy nyilván akkor, amikor a vidékfejlesztési programját az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia. Tehát csak olyan intézkedés kerülhet támogatott intézkedések közé a vidékfejlesztési programban, amire a bizottság rábólint. Nyilván a közös agrárpolitikának vannak céljai, az újnak is lesznek, változnak is, erről is fogunk beszélni, de amit mi szeretnénk legtöbbször, az a fejlesztési típusú beruházások, ezt csak részben lehet nyújtani a vidékfejlesztésben, és ez egy konstans vita az Európai Bizottsággal, hogy mi mindig minél többet szeretnénk beruházásra fordítani, ők pedig ezt egyre jobban szeretnék mindenféle egyéb feltételekre korlátozni, és egyéb feltételekhez kötni. Tehát általában az szokott a megállapodás, vagy a vita tárgya lenni, hogy akkor adhatsz többet beruházásra, hogyha ezeknek a beruházásoknak a célja mondjuk környezetvédelmi, vagy éghajlatvédelmi, klímavédelmi, vagy energiahatékonysági, vagy nem. Tehát ez az ára annak, hogy beruházásokra lehetőleg minél többet tudunk fordítani. Ezzel együtt, amióta vidékfejlesztés van, azóta gyakorlatilag az állattartó telepek korszerűsítése az tényleg az egyik legnépszerűbb intézkedés. Ugye itt azt láthatjuk, hogy a baromfitartó, sertéstartó, lyukecsketartó telepek korszerűsítésére szánt támogatási keretek, azok mind gyakorlatilag túl vannak már igényelve. Itt látható is, hogy felsősorban, hogy ezek már nem pályázható források. Trágyatartók építése és korszerűsítése szintén, hála Istennek, köszönjük mindenki, aki ezt teszi ebben. Nagyon-nagyon fontos, hogy szintén az Európai Uniós nitrát irányelvet be tudjuk tartani. Felszíni vizekvédelme, felszín alatti vizekvédelme, öntözés, ezekben a témákban most nem tudunk belemenni, de hihetetlenül fontos és egy különbség megjelni. Itt van egy kaputojás, ez az állattartó telepek korszerűsítése, ez a minden más.
tehát ami nem balonfi, nem sertés, nem lyukesker, nem szarvasmarha, ami amitől a következő díjhez külön. Tehát minden más állattartó telepre is van korszerűsítési pályázat, tehát ez az összes egyéb, és itt nincs a teljes keretre igényelve még, de hogyha jól látom, akkor a hárminél már igen. Tehát ott még van egy kis lap, a többi már kifogyott. Szarvasmarha telepek korszerűsítése szintén kifogyott, mint a támogatási keret több mint 20 milliárd, 23 milliárd forint volt. Egyéni projektben maximum 500 millió forintot lehetett igényelni, kollektív projektben maximum 1 milliárdot. Összesen több mint 1350 pálya vagy kérelem érkezett be, mintegy 75 milliárd forint támogatási igényel. Tehát durván háromszoros mértékű támogatási igény volt, mint amennyi a támogatási keret. A jelenleg a kifizetési kérelmek száma, vagy kifizetéssel érintett kérelmek száma az 86 csak, tehát még az elején vagyunk a kifizetéseknek, és ennek megfelelően mint egy 1 milliárd forint kerül a kifizetésre. Védett őshonos és veszélyeztetett állatok genetikai állományának megőrzése szintén támogatható a vidékfejlesztésből. Ez kétféle, van egy institutát, ahol normál állattartás folyik hagyományos körülmények között, vagy az állatnak megfelelő körülmények között. Ennek a támogatási keretben mint egy 14 milliárd, itt is gyakorlatilag kötelezettségvállalása már az egész lefedett, illetve van egy ex-situ megőrzés támogatása, ami lehet in vitro, tehát vagy a sperma, vagy a petesej megőrzése ütött állapotban, vagy pedig mesterséges körülmények között az állapot a tartása, itt is gyakorlatilag túl van már igényelve az egész keret. Tehát ezek látszik, hogy jól működő támogatások, nyilván ez fontos a számunkra is, hogy mi az, amire igény van, mi az, ami jól támogatható, mi az, ami jól megy, gördülékeny, és a következő vidékfejlesztési programban is úgy gondolom, bár nem az én asztalom, hogy ezek a típusú támogatások mindenképpen figyelembe lesznek véve. Van egy kicsit ez egy kakuktojás, ez egy állatúléti támogatás, ami nem az első pillérből vagy nemzetiből megy, hanem a vidékfejlesztésből. Ezért programozó szerkezet átalakításnak is hívjuk, hogy ez benne van a nevében. Ez valójában egy állatjóléti támogatás, nagyon hasonló ahhoz, mint amit a sertésben vagy a baromfiban nyújtunk. És itt is ez egy nagyon sikeres program, bőven túl vagyunk igényel. Néhány szó a kapreformról. És mielőtt a reformról beszélnénk, először muszáj a pénzről beszélni. Ugye, ahogy mondtam, ez a kettő kéz a kézben jár. Közös agrárpolitika az egyik legnagyobb tétel az európai költségvetésben. Mindenképpen számottevő, most ilyen 34 és 37% között változik a részaránya a teljes költségvetésből. Ez a következő időszakban változni fog. Ugye azt kell látni, hogy az egész közös költségvetés az a tagállami befizetésekből származik, amit a bruttó nemzeti termékekhez viszonyítanak, és ez durván egy ilyen 1%-os befizetés. Na most, ami történni fog, az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy az EU-nak az egész költségvetése hát nőni nem fog. Ugye ez is kérdés, hogy folyóárnak számolunk, változatlan árnak számolunk, EU28-ra vetítünk, EU27-re vetítünk, egy biztos, az Egyesült Királyság kilépése folyamatban van. Úgy tűnik, hogy be is fog következni. Márpedig, hogyha bekövetkezik, akkor egy nettó befizető távozik az Európai Unióból. Keletkeztet valamekkora hiányt, ezt is többféle módon lehet számolni. Van ott egy szám, én már láttam másik számot is. Igazából mindegy is a nominál érték, mert a lényeg az, hogy ezzel az európai büdzsé mindenképpen veszít. Mivel nettó befizető, ezért nettó veszít, nyilván a kilépési tárgyalások során megpróbálják úgy tekergetni a briteket, hogy az a közösség számára minél előnyösebb legyen, nekik sem lesz jó. Tehát ott is vannak nagy haszonélvezői a közös agrárpolitikának, meg egyáltalán az európai tagságnak. Szavaztak, ahogy szavaztak. Mindenki ennek a következményét fogja viselni.
A másik nagyon komoly tényező, ami hat az Európai Unió költségvetésére, ez pedig a rengeteget emlegetett migráció, és ez most nem politikai vetületét tekintve szerepel ebben az előadásban, hanem ez egy nagyon komoly tény. Az Európai Unió rengeteget költ migrációra, és ezt a költést, vagy ezt a forrást, ezt máshonnan csipegeti le. Ez egy kényszerköltés. Tehát ezt senki nem kérte, senki nem kívánta, sem a magát a tény, sem pedig a nagyságrendjét. Ez egyszerűen egy kényszerköltés, amit csak tudomásul venni lehet. Nyilván a magyar álláspont az, hogy a közös agrárpolitika forrásai ne csökkenjenek. Hogy mi fog történni, azt pontosan nem tudjuk. Nem tudom, hogy ez a grafikon mennyire látható, egy kicsit olyan, mintha egy háttérkép lenne. Itt több vonalat látunk. Ez a legfelső vonal mutatja a sokat emlegetett 92-től kezdve a közös agrár és halászati politikára, akkor még együtt volt, most már halászati politika külön van, egy gyakorlatilag a közös agrárpolitikára költött forrásoknak a nagyságrendjét, arányát az egész büdzsében. Látszik, hogy ez 92 tájékán 55% volt. Tehát több mint a fele az európai költségvetésnek az a agrárban. Aztán következett egy relatíve stagnáló időszak, gyakorlatilag a mi csatlakozásunkig, amikor mintegy 45%-os részvel képvisel, és ez a 2006-ban ide írva, tehát durván még egyszer mondom, ugye az új tagállamok csatlakozásától kezdve, ez folyamatosan megy lefelé. Ugye azt is látni kell, hogy mi ugyan nagy barátai vagyunk a közös agrárpolitikának, más tagállamok nincsenek ezzel így. Például britek sem voltak nagy barátai a közös agrárpolitikának, de mondjuk a brit politikai szempontból mondjuk követhető vagy szimpatikus volt, mert sosem volt kérmutató. Tehát ők mindig is kijelentették, hogy nekik ez üzlet. Tehát addig, ameddig ez az üzlet pozitív, addig jó, hogyha úgy látják, hogy nem pozitív, akkor pedig majd változtatnak a magam. Nos, a kohéziós alapok mértéke, ez a vonal, az látható, hogy ugyanebben az időszakban viszont most már az is csökkent. Az európai közigazgatásra fordított összegek aránya az gyakorlatilag stagnál, és látszik, hogy az egyéb programokra megy több. Ebben van például a migráció is. Tehát azért van, és ez itt látható, hogy a 14-20-as időszakban futott ez nagyon föl, illetve hogy a 21-27 időszakra vetített. Tehát ez egy olyan költségvetési periódusok, két éves költségvetési periódusok, az előrejelzés ezzel kapcsolatban az, hogy ezek az egyéb költség vagy egyéb programok tovább fognak növekedni. Ez a prognózis a KAP költségvetés részarányára a 21-27-es időszakban látszik, hogy a 14-20-as időszakhoz képest ez kevesebb. Ez nem jelent ennyit értékben. Tehát még szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy arány, tehát az attól függ, hogy mennyi az unió összes költségvetése, és azt sem tudjuk még pontosan. Miben fog változni a közös agrárpolitika? Ugye feltennék egy kérdést. Látott már valaki a következő pénzügyi időszakra vonatkozó KAP javaslatot? Rendelet javaslatot? Bármilyen leírástól? Igen, jó. Nagyon szeretnék bátorítani mindenkit, hogy tanulmányozza ezeket. Rendeletet olvasni nem egy vidám dolog. Tehát ez nem egy lányregény, ahogy szokták mondani. Valójában nincs is rá szükség. Tehát a változó szabályozással kapcsolatban a rendeletek alapján rengeteg szervezetnek, rengeteg írással megjelenik. Úgy gondolom, hogy alapvetően elég ezekből tájékozódni legalábbis jelenleg, mert a fő irányok mindenképpen ki fognak jönni belőle. Azt javaslom, hogy a véleményrovatot azért szűrjék, tehát ahol igen, muszáj olvasni egy picit a sorok között. Nyilván, tudom én, még a Kopakocsekában is, vagy akár a javaslattevő bizottság oldalán is vannak leírások. Ezek a szervezetek nem feltétlenül ugyanazt az álláspontot képviselik egy adott kérdéssel kapcsolatban, de még egyszer mondom, a fő irányok azok láthatóak lesznek majd belőle.
nagyon úgy tűnik, hogy, és még egyszer hangsúlyozom, a magyar álláspont, ez már kormányzati jóvágyott álláspont, az az, hogy a közös agrárpolitika forrásai ne csökkenjenek. Valószínű, hogy valamennyit csökkenni fog. Az első pillér valószínűleg kevesebbet fog csökkenni, a második pillér lehet, hogy egy kicsit többet. Itt néhány százalékról beszélünk, de egy biztos több nem lesz a pénz. Tehát ez nagyon úgy néz ki, még akkor is, hogyha a tagállami befizetéseket növelik. Úgyhogy ezzel lehet nagyjából számolni. Ez azt gondolom, hogy nem fog fenekestül felforgatni semmit, de minden esetre érdemes így számolni a dolgokkal. A közös agrárpolitikának a céljai pedig egyébként alapvetően lefektet az Európai Unió működéséről szóló szerződés. A közös agrárpolitika céljai ezen kívül a KAP alaprendeletekben vannak megfogalmazva. Most itt pedig azt a tendenciát láttuk, és nem fogom felolvasni ezt, és itt van egyébként az előadás, el lehet vinni, aki akarja, most is olvashatja. Itt is a tendencia, a lényeg, a közös agrárpolitikának a támogatásai egyre inkább fenntarthatósági, klímavédelmi, környezetvédelmi, energiahatékonysági, stb. Célokhoz fogják kötni. Még az is lehet, hogy az egész ország szempontjából egy közös stratégiát kell erre alkotni, és azt a stratégiát előbb az Európai Bizottság jóváhagyja, mint a vidékfejlesztési programoknál, és csak aztán indulhatnak a kifizetések. Legyen erre is mindenki figyelembe. Ennyi idő van. Nem kötődik időre. Jó. Fontosabb. Oké. Okay. Ez azt gondolom, hogy egy még nehéz eldönteni, hogy ez jó hír vagy rossz hír, az biztos, hogy ez horizontálisan fog érinteni mindenkit. Tehát, hogy ez nem nekünk csapás, vagy egy ágazatnak csapás, őket nem is használnám a csapást, hanem egy új helyzet. Ezzel európai szinten kell a természetben szembenézni. A jó hír az az, hogy a KAP-nak a rendszere alapvetően nem változik. Tehát ugyanúgy lesznek közvetlen támogatások, ugyanúgy lesznek vidékfejlesztési támogatások, első pillér, második pillér, bizonyos piaci támogatások, lehetőségre szállami támogatásokat is nyújtani, és alapvetően a rendszer a kedvezményezettek szempontjából nem változik. A termeléstől független támogatásokat, ahogy mondom, itt a jelenlegi helyzet az, hogy van egy alaptámogatás és egy zöldítési támogatás, hát ez egy picit bonyolulni fog. Ez az ábra, ez egy sematikus ábra, ami ezt jól mutatja. Tehát lesz továbbra is egy alaptámogatás. Az összes közvetlen kifizetésre pedig már most is érvényben van egy szabály. Ezt is alkalmazunk, hogy ez a jövőben is érvényes lesz. Tehát bizonyos összes összeg felett alkalmazni kell egy bizonyos mértékű elvonást. 60 ezer euró felett valamekkora mértékű elvonás, csökkentett mértékű elvonás, 100 ezer euró felett pedig teljes elvonás, és ezt újra lehet osztani bizonyos szabályok szerint, ezt hívják redisztribúciónak. Tehát a közvetlen támogatások 20 fokon felépül, itt van egy fenntarthatósági alapjövedelem támogatás, tehát már ehhez is bizonyos fenntarthatósági feltételeket teljesíteni kell majd. Eljön rá adott esetben a redisztribúcióban újraosztott támogatást, tehát a 60 ezer és a 100 ezer euró feletti elvonásokból a kisebb szintekre újraosztott támogatás. Ezen felül lehet majd önkéntes környezeti és klímavédelmi célokat vállalni és teljesíteni, amelyekhez újabb támogatást kapcsolódhat, illetve éppen a fiatal gazdák támogatása is, és ezeken felül ez a termeléshez kötött jövedelmi támogatás. Nem tudom, hogy ez így elsőre mennyire elnézhető, megpróbálom egy kicsit egyszerűbben megfogalmazni. Tehát jelenleg van egy alaptámogatás és egy zöldítés, a zöldítés 30%, az alaptámogatás az mindenképpen jár. A jövőben semmi nem fog mindenképpen járni. Tehát már az alaptámogatáshoz is bizonyos fenntarthatósági követelményeket teljesíteni kell. Erre jön rá a redisztribúcióból visszacsoroló támogatás, és ezen felül lehet még különböző környezeti és klímavédelmi célkitűzéseket vállalni és teljesíteni, és ahhoz jön a támogatás. Megmarad bizonyos mértékű termeléshez kötött támogatás, ami jelenleg 13 plusz 2%, ugye erről volt szó.
annak is a javaslott mértéke egyébként arányaiban kisebb, tehát 10%-ot javasolt a bizottság összesen. Kis termelői támogatás, az pedig a jelenlegi rendszerhez hasonlóan megmarad. Ugye bizonyos méret alatt, vagy aki el nem méri bizonyos méretet, annak egy egyszerűsített formában lehet a közvetlen támogatásokat nyújtani. A termeléshez kötött támogatások nagyon hasonlóan működhetnek majd, mint ahogy most. Itt is a tagállamok komoly beleszólásával nyilván indokolni kell, hogy miért szeretne támogatni, de lehetőség van a marha és a borjú ágazat termeléshez kötött támogatására is majd a továbbiakban is. Nyilván, ahogy említettem, a hazai szakigazgatásnak is megvannak a közös agrárpolitikán belül a céljai. Ez a versenyképesség növelése, továbbra is a termeléshez kötött támogatások, nemzeti támogatások fenntartása, most csak ismétlem magam elnézést, de ez nagyon fontos. Tehát amit a szabályozás megenged, azt az igazgatás biztos, hogy lehetővé kívánja tenni, elérhetővé kívánja tenni kedvezményezetek számára. Ott, ahol kormánydöntés szükséges, tehát ahol ez nemzeti forrás jelent, ott pedig bírjuk a kormányzat támogatását is. Ezen felül kiemelt cél, hogy a lehető legmagasabb szintű állategészségügyi státuszt is fenntartsuk. Nem kell ecsetelnem, hogy mekkora nehézséget okoz mondjuk egy madárinfluenza vagy egy sertéspest is. Ne adja Isten, hogy más ágazatokban is hasonló történjen. Ígértem, hogy fogok néhány szót szólni az új állattenyésztési szabályozásról is. Még egyszer mondom, felesleges, vagy nem mondom, hogy felesleges a diát olvasni, olyan szempontból felesleges, hogy úgyis megtehetik később. Itt ugye arról van szó, hogy az Európai Uniónak az állattenyésztésre vonatkozó szabályozása módosult. Ezzel kapcsolatban a tagállamoknak van egy jogharmonizációs kötelezettsége, amelyet november 1-ig teljesíteni kell. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az őszi parlamenti időszakban ennek a törvénynek be kell menni a parlament elé, és lehetőség szerint elfogadásra kell kerüljön. A kilátott már állattenyésztési törvényt, javaslatot? Igen? 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 Jó. Akkor többiek kedvéért. Itt van egy olyan kormányzati törekvés, ami arra irányul, hogy a jogszabályok száma csökkenjen. Csökkenjen a bürokrácia, csökkenjen az adminisztráció, maguk is leépítésekkel nézünk szembe, de csökkenjen magának a szabályozásnak is a mennyisége, ami felesleges, az kerüljön deregulálásra. Ez is egyfajta versenyképességi hátrány. Most ennél az igénynél fogva az állattenyésztési törvény és a vetőmag törvény által szabályozott területek egy közös javaslatba kerültek kiküldésre, közigazgatási egyeztetésre és társadalmi egyeztetésre, amelynek során rengeteg észrevétel érkezett vissza, amely arra irányult, hogy legyen ez a kettő továbbra is külön szabályozástól. Egyrészt van egy általános érdek, ami a szabályozás egyszerűsítése irányába mutat, vannak ágazati érdekek, illetve szakágazati, inkább akkor úgy mondom, összérdekek, amik pedig abban az irányba mutatnak, hogy ez legyen két külön szabályozás. Valójában a szabályozott területek között az átfedés nem teremtett volna, vagy ilyen szempontból konfliktus. Természetesen nyilvánvaló, hogy figyelembe veszik a beérkezett észrevételeket, amelyek, mondom, nagy mértékben arra irányulnak, hogy legyen külön szabályozás. Ennek megfelelően, és az egyébként beérkezett szakmai észrevételeknek megfelelően tervezett át lesz dolgozva, és úgy kerül visszamutatásra, maradjon közöttünk feltehetőleg külön választó formában, amennyiben ez megnyugtató valaki számára. Az Európai Uniós szabályozásból fakadóan viszont lesz egy-két markáns változás, amit egyet szeretnék kiemelni. Megszűnik az a rendszer, hogy egyfajtára egy tenyésztő szervezetet lehet csak elismerni. Tehát az Európai Uniós szabályozás az ilyen szempontból az áll. A védett őshonos, illetve a veszélyeztetett állatfajok tekintetében ez lehet egy, vagy nyilván továbbra is egy lesz. De az egyéb nem őshonos vagy nem veszélyeztetett fajták esetében
annyi tenyésztő szervezet lehet, amennyi érvényes és pozitívan elbírálható kérelmet bead tenyésztő szervezeti működésre. Ez nyilván egy új helyzetet fog teremteni. Abból a szempontból is lazább úgymond az európai szabályozás, hogy nem csak a tenyésztő szervezetek számát nem lehet korlátozni, hanem a tenyésztési célokat sem. Nyilván itt mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy olyan tenyésztési programot hajtson végre, olyan tenyésztési programot nyújtson be, amely az adott fajta tekintetében versenyképes, előremutató, összhangban van akár a nemzetközi, akár a hazai folyamatokkal, illetve a piac igényeivel, de ilyen szempontból a szabályozás nem ad beleszólási lehetőséget a tenyésztési célokhoz. A tenyésztési program elismerése az továbbra is a tenyésztési hatóság feladata lesz, hogy a tekintetben ki lesz a hatóság, azt majd a kijelölő rendelet fogja meghatározni. A lényeg az, hogy az Európai Uniós szabályozás csak annyit mond, hogy akkor lehet jóvá hagyni egy tenyésztési programot, hogy az nem megy egyébként szembe már jóvá hagyott egyéb tenyésztési programmal vagy programokkal. Ez nyilvánvaló, hogy egyfajta összhangot azért feltételez a rendszerben. Az állattenyésztési törvény megújítása elsősorban arra irányul, hogy az uniós jogharmonizációs kötelezettségeknek eleget tegyen. Ezen kívül, ahogy említette, minden társadalmi és szakmai észrevételt igyekszik figyelembe venni, nyilván ellentétes észrevételeket nehéz mind a kettőt figyelembe venni, de azt gondolom, hogy a visszamutatott tervezet már alapvetően kielégítő lesz mindenféle szempontból. Reményeink szerint időben bejutásra kerülhet a parlamenten, és akkor a jogharmonizációval sem fogunk elmaradni. Én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, elnézést, hogyha nem is tudom, meddig tartott. Régen beszéltem ennyit, de azt gondolom, hogy ennyit mindenképpen érdemes volt. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük a gondolásnak kívül a részletes, hogy azt mondom, hogy a jövő mindenképp jó volt egy picit legalábbis egy információt kapni, hogy mire is várhatunk már 2020-tól. A kérdéseket én a meghívóban szereplő módon a előadások elhangzása után javasolnám, hogy ne húzzuk nagyon sok időt, de teljesen sok időben. És most megkérném Ambikus, hogy a... Bocsánat. Az előadása megtartásához az Agrárkamara egy olyan érdekű és eredeti szervezetre gazdáknak, amire nagyon nagy szükség van, és egy nagyon jó lehetőség is, mert igen, kapcsolatban a kormányzattal, tehát egy olyan lehetősége van a gazdáknak, ahol nagyon sok területen egy jelentős változás lehet, illetve egy jelentős érdekképviselet érvényesítés. Hát bízom benne, hogy így is fog történni, és hát erről a most egy pár dolgok előtt tájékoztam. Tisztelettel köszöntöm Önöket, mint a magam, mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zalamegyei Szervezete nevében, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy pár gondolatot meghozhatok Önökkel, illetve beszélgethetek Önökkel a Husmarha tartási, illetve tenyésztési elnökről, kicsit a jövőjéről, illetve az Agrárkamara ebben vállalt szerepéről. Fontos, és egy kicsit én is egy áttekintéssel kezdeném, kevesebb jóval, kevesebb számmal, de fontos látni azt, hogy a szarvasmarha tartás, illetve tenyésztés, illetve az állomány létszáma világszinten 2000-es évektől kezdődően 2012-ig egy 1%-os növekedés mutat, amelyben az állományban 6%-ot teszi a Európai Unió szarvasmarha állománya. Viszont itt már nem tudunk növekedésről beszámolni, sajnos 2012-ig egy 10,5%-os csökkenés az, ami tapasztalható az Európai Unió szarvasmarha ágazatán belül. Azóta nagyjából stagnál az állomány létszám, illetve még egy apró negatív elmozdulás, hogy mindig megfigyelhető. Ezzel szemben akkor beszéljünk Magyarországról, ami egyébként már szerepelt is a dián.
szarvasmar állománynak a növekedése tapasztalható. Jelenleg 870 ezer szarvasmarra termelnek, utána a tejhasznú és szarvasmarra természetesen, illetve a húshasznú is. A húsmar állomány 165 ezer van a tehénye szaporulata, illetve 4000 tenyészbika a darabjából terültük össze. Másik oldalon viszont ott van a fogyasztás. Míg világ viszonylatban 6,6 kg per fő per év a átlagos markos fogyasztás egy főre vetítve, addig hazánkban nem alulja el a 2 kg-ot. Ez mindenképpen fontos lenne ennek a növelése. Erre később majd még visszatérek a kamara, itt az annak érdekében, hogy ez a fogyasztás növekedjen. Azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy a magyar szarvasmarha rendkívül jó minőségű és keresett. Bár látni kell, hogy a csehek, szlovákok, illetve már a romák is egyre inkább képesek jó minőségű marhahús előállítására, ezért, illetve marha tenyészanyag, illetve hízóanyag előállítására. Ezért rendkívül fontos, hogy a versenyképességünket meg tudjuk őrizni, és továbbra is meghatározva tudjuk lenni ezen a piacon, hisz pont a belföldi alacsony fogyasztás miatt gyakorlatilag a szaporulat 95%-a exportra kerül. Nem feltétlenül jó, hogy élő állat formájában, nyilván ez is egy kitörési pont lehet, amennyiben sikerülne feldolgozottabb, akár marhahús, akár marhahús terméket exportálni, hogy nyilvánvalóan sokkal jobb lenne, mint így, hogy élő állat formájában történik nekünk ez. Ezért rendkívül fontos, hogy a 2020-ig még biztosan rendelkezésre álló uniós források felhasználásakor a nem felélés legyen a cél, és nem felélésre kelljen ezt fordítani, hanem technológiai fejlesztések valósuljanak meg ebből. Ezzel is biztosítva azt, hogy piacon tudjuk maradni, hiszen azt látni kell, és a tendenciák azt mutatják, hogy a világon piaci árak nem fognak növekedni, tehát a magasabb jövedelmezőség a magasabban érhető el, hogyha hatékonyabban tudjuk piacra vinni termékeinket. Említésre került az állategészségügyi státusz. Ezt egy kicsit részletesebben is kifejtve, igen, valóban az ország állategészségügyi helyzete kifejezetten jól mondható. Ugye egyrészt az elmúlt két évben már nem volt kimutatható kéknyelv betegség, ebből beleérzve a megtolatkérítés két teljes időszakát is. Ennek következtében remélhetőleg a közeljövőben az Európai Unió is fogadhatja hazánk mentességi kérelmét a kéknyelv betegségre vonatkozóan. Ezt követően történhet meg a brucellózis és a leukózis mentesség elismerése, amire megint csak jó esély van. Ugye az ideérmentesítés az, hogy folyamatban ez valószínűsíthetően, majd azért csak ezután következhet be. Gyümölkortól mentesek vagyunk, és a BSE tekintetében is elhanyagolt kockázatú országnak számítunk. Ez mind-mind segítheti az életforgalmazást, a kéknyelvmentesség meg végképp, tehát az, hogy az illatforgalmat jelentősen megkönnyíti. És akkor, igen, azt látni kell, hogy a környező EU-s országok számos újítást vezettek be a termelőképességük fokozására, a tenyészetbecslési rendszerük megváltoztatására, fejlesztésére, teljesítményvizsgálati protokolljai és tenyésztés szervezésük kapcsán is. Azt gondoljuk, hogy ezzel lépést kell tudnunk tartani, és ehhez rendkívül fontos egy szilárd összefogott ágazati cselekvés, amiben a proaktív szerepet kíván felvállalni. És ennek jegyében kezdeményeztük a Magyar Állattenyésztők Szövetségével közösen a tenyészbika beállítás, de mint visszatámogatás bevezetését, itt alapozva a kisképzőknél már megjelenő támogatás pozitív tapasztalataira. Ez arról szólna, hogy amennyiben valaki magyarországi előállítású minőségi tenyészbikát vásárol, ehhez támogatási forrást biztosítanának. Itt még kérdés, hogy ez egy fix összegű támogatás lenne, amit biztosít, vagy a minőségtől függően változó összegről tudunk esetlegesen beszélni.
Említettem a 2 kilós fogyasztást az országban, ami ugye rendkívül alacsony, akár a világviszonylagban nézett 6,6 kilóhoz viszonyítjuk akkor is. És éppen ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fogyasztás ösztönző kampányokkal lépett elő. Egyrészt volt egy célirányosan a marhahús fogyasztás ösztönzését célzó kampányunk, másrészt az itthon-otthon a országjáró programsorozatunk keretében kiemelt figyelmet kap szintén a marhahús és annak fogyasztása. Ezt ugye elnök asszony viszi a vállán ezt a programot és jár az országot. Határozott számszerűsíthető cél is van ezzel kapcsolatosan. 5 éven belül szeretnénk, hogyha a belföldi fogyasztás megduplázódna. És ennek a, ezen programokkal a célunk az, hogy olyan véleményvezetőket és rajtuk keresztül a széles körű lakosságot is edukáljuk arra vonatkozóan, hogy tisztában legyen a körös húsfogyasztás életemi hatásaival, és mindenféle eddigi esetleges tévképzetet eloszlassunk. Tovább menve a támogatási soron, társszakmai szervezetekkel történt párbeszédet követően azzal a javaslattal értünk, hogy a gyertámogatásokban olyan termelők részesülhessenek, akik ténylegesen állattartó, állattenyésztő termelők. Ezt úgy képzeljük el, hogy 0,2 nagy állategység per hektár kötelezően tartott állat legyen azon gyertőletekre vonatkozóan, amely a támogatást időbe kívánja venni. Ezért azzal a olyan javaslatokkal éltünk, hogy 2020-at követően lehetne ezeket beépíteni a támogatási rendszerbe. Összhangban van a KAP változásával is, úgyhogy én ezen fogom is úgy gondoljuk, hogy ez elfogadható és jó javaslat, hisz fontos lenne az eddig kihasználatlan gyermekes területek hasznosítása, és mindenképpen ezen támogatások felhasználását a valódi állattartó gazdáknak kell eljutatni. A vidékfejlesztési program keretében is mindenképpen fontos, hogy fel legyen tartva az AKG, és azonban így is a gyakorlatilási célprogram, ahol szintén ugyanezekkel a számokkal, sőt a 0,2 felett vállalókat részesítve előnyben kívánnak a támogatásokat elérhetővé tenni a gazdálkodó részére. És ezeket volna a speciálisan húsmagtartókat érintő agrárkamarai tevékenységekre, természetesen ugye rengeteg minden máshoz is kapcsolódó segítségnyújtással rendelkezésre állnak, hisz akár az egységes kérelem benyújtása kapcsán nyilvánvalóan rengeteg húsmagtartó fordul hozzánk. Idei évben is az egységes kérelem 80%-át a kamara nyújtotta be. Természetesen nem csak a tövezalagú, hanem egyéb állattartásra vonatkozó jogcímek kapcsán is megtettük mindezt. Ezen túlmenően a AKG pályázat benyújtásában is több gazdálkodó vonat nyújtottunk segítséget, és az azt követő gazdálkodási napló összeállításában is minden évben állunk a gazdálkodók rendelkezésére. Nitrátfelület és készítés szintén agrárkamarai segítségnyújtás mellett történik meg, illetve a információk áramoltatása, akár személyes konzultáció keretében a falugazdász hálózat munkatársaink és a gazdálkodási szakemberek keresztül, illetve csoportos tájékozatok és széles körű tájékozatok megtartásával. Többek között a holnapi napon lesz egy ilyen széles körű tájékoztatás a MÁK-val közös szervezésben a tépés pályázatok kifizetésének általános valóit fogjuk megosztani a széles közönséggel, 170 regisztrált vendégnek elemésére számítunk. Én ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ez a kérdésekkel akkor szintén a gondolom Zoltán következne. Az Egyesület munkájára vezetve hát terveiről az új állat
dologban is hoz újat az állatkészítési törvény, többek között a fajta elbírálás, illetve a törzsnének milyen állat, milyen fel törzsnébe beírni, mert honnan indul az fajtának egy-egy fajta. Tehát nagyon sok tekintetben hoz vagy lehetőséget, vagy hát ezzel kapcsolatosan egy felhívulást. Tehát mindenképpen ugye az egyesületeknek a saját törvényei nagyon alaposan és körültekintően kellett megcsinálni, mert nagyon sok lazítási lehetőség, ami lehet egy fajta átalakítás is, és kell is hozzá. De ha ezt nem szakszerűen és nem tervszerűen csinálják, akkor az viszont egy nagyon nagy felhívulás és egyfajta adott esetben eltűnését is jelenthet. Megkérem akkor Zoltánt. Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlevő! Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen gyönyörű épületben tarthatjuk ezt a mostani rendezvényünket. Annyit az előadás előtt itt reggel a kollega elmondott, hogy 53-ban épült ez a helység, és hátul a karzaton levő személyek, amiket ábrázol, azok mind akkor élő, híres személyiségek, tehát ez is külön megérne egy előadást. De ami miatt idejöttünk, a Magyar Sarolattenyésztők Egyesületének a tevékenységét szeretném röviden ismertetni, vagy néhány kiemelt területről beszélni, és ugye szóba került már az új állattenyésztési rendelet, ami kapcsán kötelezettségek lépnek fel az Egyesületünk részéről is. Tenyésztett fajták közül a Charolais fajta az elsődleges, amivel megkezdtük ugye a munkát, 1972-ből indul a tenyésztés, és 1920-as években vált világfajtává a Charolais fajta. Ennek megfelelően különböző típusai vannak a világban, és Magyarországon is. Ebből következik az, hogy az Egyesületnek olyan tenyésztési programja van, amelyik ezt figyelembe véve a nem konkrétan egy ideális típus tenyésztésére helyezi a hangsúlyt, hanem a különböző típusok együttes tenyésztésére kíván lehetőséget nyújtani. A másik fajtánk az ógrak fajta, amelyik a szintén francia fajta és nagymúltú fajtáról van szó. Ez egy olyan szempontból érdekes fajta, hogy azzal szemben, hogy Franciaországban milyen trendet ír le a fajták létszámának a változása, erről el lehet mondani, hogy 1975-től meg négyszereződött körülbelül az ógrak fajtának a létszáma, és van neki egy másik különlegessége, hogy még a franciákra nem túlzott a jellemző a tenyésztési programba foglalt fajta keresztezés, az ógrak fajtánál ez megtörténik, és így is jött a képbe, hogy a Charolaisval keresztezve különlegesen jó húsformát képes nyújtani, és ezt hivatalosan propagálja az ógrak francia egyesület is. Általánosságban a tenyésztő szervezet feladatai érdemes átfutnunk. A tenyésztési és termelési adatokat gyűjti, okmányokat ad ki, és ezek az alapadatok biztosítják a lehetőségét a különböző elemzések elvégzésének. A
egyes állatoknak a termelését teljesítményvizsgálatokkal ellenőrzi, és ezeket az egyedeket minősíti. A lehető legnagyobb mennyiségű és legfontosabb tenyészértéket biztosítja a fajta iránt érdeklődőknek, fölhasználóknak, végfölhasználóknak, és itt van egy nagyon fontos, hogy a világban és Magyarországon is konkurens fajtákról is beszélhetünk, és egy tenyésztő szervezetnek vagy egy fajtának a jelenét, jövőjét az határozza meg, hogy milyen mértékig képes a versenyt állni. A állatnak a genetikai képességeinek a javításával, azzal, hogy a vevők milyen tulajdonságokra kíváncsiak aktuálisan, tudunk-e olyan tenyésző tulajdonságokra, tenyészértékeket adni, ami nagyon fontos, vagy fontosnak véli a vásárlói réteg, és ilyen szempontból is a fajták versenyében nagyon fontos, hogy ezt minél szélesebb körülben és minél pontosabban tegyük. Nem csak az egyedeknek a teljesítményét érdemes, hogy ellenőrizzék és láttassák a világ tenyésztő szervezetei, hanem nagyon sok helyen fölvállalatban igyekeznek az egyes tenyészetek jellemző tulajdonságait is megmutatni, annak érdekében, hogy a potenciális vásárló tudja, hogy itt ilyen típusú állatot tenyésztenek, ott olyan típusú állatot tenyésztenek, vékosabb nyakcsontút, vasagabb csontút, rámásabbat, kevésbé rámásabb, gyengébb izomzatút, vagy erős, teljesebb izomzatút, és ki a saját tenyésztési programja szerint ennek megfelelően előzetesen el tudja dönteni, hogy milyen irányba induljon el vásárolni. Tehát a vevő kiszolgálása a cél. Ilyen értelemben, ha megnézzük, hogy az egyesületünk milyen fő tevékenységet végez, tehát nyilvánvalóan a tenyésztés szervezéssel összefoglalható tevékenység az első számú célkitűzése az egyesületünknek, tehát az adatok gyűjtése, elemzése, okmányok kiadása, teljesítmény vizsgálatok annak érdekében, hogy a felhasználók, akár a fajta tenyésztői, akár a végtermék előállítói a saját szelekciójukban és célpárosításban hatékony, lehetőleg minél hatékonyabb eszközöket találjanak. A másik pillér, amin az egyesület tevékenysége nyugszik, ez a marketinggel összefoglalható tevékenység, kiállításokon való megjelenés, versenyszervezés, promóciós dolgoknak a készítése, hirdetések, riport, külföldi vendégeknek a fogadása, a tenyészeteinknek, tevékenységünknek a bemutatása, annak bemutatása, hogy milyen lehetőségeket találhat Magyarországon a érdeklődő. A felnőtt oktatás szóval jellemzem a harmadik pillért, amely gyakorlatilag különböző szakmai tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok, a szakcikkek készítése, tanulmányoknak olyan helyekre, ahol úgy gondoljuk, hogy valami különleges dolgot érdemes megnéznünk, és a szaktanácsadás. A szaktanácsadásról azért el kell mondjam, hogy itt járt a múlt évben
David Lauman amerikai professzor, aki több helyen tartott előadást, és rávilágított arra, hogy ez a tevékenység a USA-ba állampolgári jogon ingyenesen jár mindenkinek, és az egyetemekhez kötötten ezt a tevékenységet nagyon magas szervezettségi formában végzi. Nagyon örülnék neki, hogyha ez a szaktanácsadási rendszer Magyarországon is egy kevésbé gazdasági vállalkozás sok feladataként jelenne meg, hanem állami szervezettségben jobban, és segíteni az ágazatban dolgozóknak a munkáját. Alapvetően néhány számot szeretnék az Egyesületről mondani. Ez alapulás 1992, körülbelül 188 tagunk van, 12.600 körüli tehén létszámmal, 4.500 áteleskönyves tehén. A múlt évben 1.600 pedigrét adtunk ki körülbelül, és tenyészmika tesztet 27 csoportban 389 állaton végeztünk. Ez a díja azért érdekes, hogy azt mutatja meg, hogy kb. 80%-a beállított állatoknak kapott tenyésztésre alkalmas minősítést. A pedigrinket felvillantom. Fontos a tenyészértékesítés. Mint ahogy említettem korábban, a konkurens fajtáknál több, fontosabb tulajdonságra kell, hogy nyújtson tenyészértéket egy tenyésztőszervezet. Ilyen értelemben elmondhatom, hogy az Egyesületünk 107 ezer állatról rendelkezik tenyészértékkel jelenleg. Ez azt jelenti, hogy a korábbi generációk, amik esetleg már nem élnek, azokat is beleszámítva. Tehát ha megnézzük azt, hogy új tevékenységet nem kísérleti jelleggel, hanem programba iktatottan elkezdtünk néhány éve végezni. Holó Dániel tenyésztési mérnök kollégám éppen végzi az ultrahangos vizsgálatot, ami alapján kibővültek további tulajdonságokkal a egy-egy állatról kapható tenyészértékek, a hátizom terület, a fagyúság, a márványozottság tulajdonságok. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból a élvonalat közelítjük, ezt mindenképpen elmondhatom. Az Egyesületnek a szakmai programja olyan, amelyikről még érdemes beszélni. Gyakorlatilag az Egyesület kezdetektől saját maga fejlesztett szakmai programokat használt. Ez a Gulyás program, ami körülbelül 3-4-5 éves fejlesztés alapján a múlt év májusában éles üzemben fordultunk vele, a negyedik generációs programnak számít. Annyiban újdonság, hogy nem kizárólag a tenyésztő szervezet igényeit szolgálja ki, hanem a telepirányítás igényeit is kiszolgálja. Hogyha sorra veszük a lényeges tulajdonságot, első és legfontosabb, vagy nem a legfontosabb, de azért mégiscsak a legfontosabb, hogy egyik tagjaink számára ingyenesen biztosítjuk a program legújabb változatát. A
az ügyvezetés és a tenyészetek igényeit egyaránt kiszolgálja. Adatszinkronizáció az azt jelenti, hogy online és offline módon is képes üzemelni a program, tehát puszta módban is lehet használni, amikor internet közelébe kerül a felhasználó, akkor pedig automatikus szinkronizálással a központi adatbázissal kommunikál és segíti a pontos adatokat. A modulár, tehát egy jogosultság kezelésről ne feledkezzek meg. Az, hogy egy központi adatbázis van, ezzel egyidejűleg a különböző felhasználók jogosultsága nagyon szigorúan be van határolva, így a más tenyésztők adataira nem lát rá a felhasználó, csak a saját tenyészetének az adataira, és ezen belül is, hogyha egy nagyobb cégről van szó, meg lehet határozni, hogy az adatok melyik körét láthatja, tehát például bizonyos raktárkészleteket nem látja az, aki a születési súlyokat viszi fel a gépre, de ez szabadon választottan variálható. A moduláris felépítés szolgálja a telepi felhasználóknak a kényelmét a hatóságok által elvárt adatok pontos közlését úgy, hogy nem föltétlen szükséges a különböző modulokat pontosan napra készen kezelni, hanem bizonyos modulokat használ, másokat nem használ, ez független. De hogy milyen modulok is, hát a takarmányozással kapcsolatosan többféle lehetőség, a dolgozókkal kapcsolatos általános nyilvántartások, gépekkel, látogatási napló, krotália készlet nyilvántartás, terjelentést lehet elektronikusan küldeni, NR bejelentést megtenni. A anyatehén támogatás igényléshez előkészítő listát kér és nyomonkövetést végez. Külön kiemelném az állategészségügyel kapcsolatos lehetőségcsoportot, a kezelések, vakcinázások, szűrővizsgálatok, egyedi és csoportos adat bevételi lehetőség is van, tehát hogyha a kettes istálló, hármas, négyes, ötös papjában levő összes állat vakcinázásra kerül, akkor azt egy adatbevitellel egyszerre el lehet végezni. A kezelési napló, várakozási időfigyelés is hozzátartozik. Nyilvántartás, a legelő szakasz, karán, istálló, több telep, cégcsoport és szabadon választott, hogy milyen egységet szeretne megnézni a felhasználó, aszerint hát jelöli be, és a neki kíváncsi adatok. Tehát egy helyen több tenyészet tartása esetén meg lehet nézni, hogy az egyik tulajdonosnak, vagy egyik nyilvántartási egységben mik a számai és a másiknak. Itt most feltehetőleg nem sok minden látszik, de egy nagyon fontos lehetőségre hívom fel a figyelmet a programon belül, ez pedig a láncrögzítésnek a lehetősége. Tehát abban az esetben, hogyha egy tevékenységi sorba beletartozik az, hogy mérlegelik a tehenet, vemességet vizsgálnak, levesznek vérmintát, akkor ezt közvetlenül a számítógépbe egy menetben egy állathoz tartozóan meg lehet tenni. De ugyancsak fontos egy másikféle tevékenység a nagyon sok közül, hogy az időben is gazdálkodjak nagyon röviden, hogy a hallgató
kapható teheneket például általa meghatározott intervallumba, tehát mondjuk azt, hogy mondjuk 420 nap óta nem, vagy nem ellen teheneknek a listája, és akkor ugye elkerülhetjük azt, vagy kevésbé fordul elő olyan helyzet, hogy sorjáznak az 1000 napnál hosszabb ideje nem ellen tehenek a tenyészetbe, és a gazda figyelmét elkerülte. Na, az egyéb jellegű tevékenységeink szerint, hogy a regionális szakmai nap, tavaly kezdtük ezt a rendszert, tavaly volt három helyen, az idén Lovászban, majd Abasztól lesz október 3-án, és Szikszón október 10-én. Részben más, nagyon, szintén nagyon színvonalas előadók bevonásával és tenyészetlátogatással egybekötve. Ugyancsak fontos a konferenciánk, a éves összevon konferencia, ez most két szakmai napos konferencia lesz Demirbe az idei évben, és ez már a hetedik alkalommal lesz megrendezve. Amiket fölvetítettem előadókat, hogyha csak mondom, hogy ők már fix előadónak számítanak, tehát dr. Gyurica Csaba, dr. Kor Péter, dr. Tasi Julianna, Varga János állatorvos nagyon jó előadást adott tavaly, és ő ismételten fog, és a digitális technológia alkalmazásának lehetőségei a húsmarha tenyésztésbe, ez egy kiemelt szempont lesz ezen a területen. Több előadónk is, vagy több előadó jelenleg is van, akinek az előadását már fixáltuk. Csak néhány kép a Hódmezővásárhelyi kiállítás, a kiállítások közt számunkra a legfontosabb, és igyekszünk, hogy a korábbi színvonalat a jövőben is meg tudjuk őrizni, az idei évi fotók láthatók, ami ugye itt vendéglátásról is szó van, de mégiscsak a tenyészállat bemutató és tenyészállat verseny az elsődleges szempont. Ami innováció számunkra az idejében, hogy Giorgio Solvi, olasz professzionális fotós az idejében első alkalommal készítette a díjnyertes állatokról képeket, és azt gondolom, hogy látványosan jó minőségű képek készültek. Igyekszünk mindig egy-egy lépéssel tovább lépni az egyesületünk tevékenységi körén belül, és azt gondolom, hogy a színvonalas kiadványok elkészítésének nagyon fontos eszköze, hogy jó minőségű képeket tudjunk bemutatni. Ő volt 2018-ban a Saroli Fajta Győztese Hódmezővásárhelyen. A nemzetközi tevékenységgel kapcsolatosan a Saroli Világkongresszus Svédországban volt, 21-néhány országból szoktam rajta részt venni. A svéd elnök és családja látható, hogy a istállójába volt megterítve a háttérbe. Mindenki nagyon jól érezte magát, miközben megnézhettük a tenyészet kiemelt minőségű tenyészbikáját, és ez egy tenyén svédországi legelőről. A Per Martensont többünknek itt körülbelül nem kell bemutatni, akinek a tenyészetébe szintén jártunk. Ez a magyar delegáció, aki részt vett ezen azoknak. Ez a dia egy
kicsikét kapunk tojás, nagyon röviden csak annyit, hogy nem véletlenül népszerűek ezek a nemzetközi kapcsolattartások. Ez nem a barátkozásról szól elsősorban, hanem olyan szakmai kapcsolatoknak a megtalálásáról, ami adott esetben, hogyha szükség van egy szakmai információra, akkor hamarabb találjuk meg a kapcsolatot és előrébb tudjunk lépni. Itt most csak egy nagyon rövid kitérőt teszek arra nézvés, hogy ezt a diát most Svédországban mondjuk csak azért mutatom meg, hogy itt lássuk az érdekességét, hogy a Holstein teniszbikákon készült adat szerint a pedigree információ, ugye tejtermelés, a kék egészségügy, a zöld és sárgás a szervezeti szilárdság adatai. Láthatjuk, hogy a genomikai tenyészértékek a megbízhatósága az a 20-35%, tehát a pedigree információ alapján 20-35%-os ismételhetőséget tudunk elérni, a genomikai alapján a tejtermelésnél 75 és 45 körül az egészségügy esetében és az ivadékok alapján mégiscsak magasabb ismételhetőséget érhetünk el. De ami minket jobban érdekel, hogy és arra világít rá, hogy a fiatal állatok genomikai elemzése nagy mértékben javul a pedigree alapú információk alapján. A középső oszlop a születési súly ellés befolyása esetén akár 0-2-0-3 más javulást elérhet, a választási súly esetén ennél kevesebb egytizedes, de ami fontos, hogy 0-7-es pedigree alapú tenyész érték ismeretnél gyakorlatilag a hozzáadott értéke megszűnik a genomikai elemzésnek. Ugyancsak itt azt láthatjuk, ez a másik országnak az adatai, hogy választási súlyokról szól, ha nincsen ivadék, akkor 0-19-el növeli az ismételhetőséget, és ismételhetőség a 0,78-at elérte, akkor a genomikainak nem volt hozzáadott értéke. De tovább lépve most már a saját dolgainkhoz, igyekszünk a honlapunkat folyamatosan frissíteni, és a néhány szót szeretnék szólni a Egyesületünk tenyésztési programjának a módosulásáról, vagy arról, hogy erre azért van szükség, mivel a 10-12-es EU-s állattenyésztési rendelet megjelent és november 1-ével életbe fog lépni kötelező erővel a tagállamoknak, függetlenül attól, hogy a nemzeti háttér törvény rendeletet bármit külön életbe léptették el, és az EU-s állattenyésztési rendelet összhangba kell, hogy legyen mindenképpen a hazai szabályozás.
a változások a rendeletben, ez egy szemléletbeli különbség, hogy bízza a tenyésztők hiteles információkon alapuló szakmai döntéseiben, saját tenyészetben bármilyen állat használható származás, típus, konstrukció, tehát saját tenyészetben ez a korábbi megkötés, tehát egyáltalán liberális ez az egész EU-s rendelet, és ez egy nagyon látványos jelzés arra. Tehát, hogyha valaki egy új fajtát nekiáll tenyészteni, minden további nélkül megteheti, addig, amíg a piacra nem lép bele, mert az EU-s állattenyésztési rendelet a piac szabályozása, egységes alapon való kezelése a különböző állatmozgásoknak elsődleges érdekében jött létre. Tehát ilyen axiómák, hogy bármely áttörzskönyves anyától és apától származó utód áttörzskönyves. Tehát ami azt jelenti, hogy bármely, semmi egyebet nem vizsgálunk, csak azt, hogy áttörzskönyves volt az apa vagy az anya, és ez elégséges ahhoz, hogy az utódot be kell vonni a törzskönyvbe. Van persze némi lehetőség az elmozdulásra ettől a nagyon szigorúságtól, amennyiben a tenyésztési programot egy tenyésztő elfogadja, és egy tenyésztő szervezetben a közösen elfogadott tenyésztési program szerint dolgozik, akkor hogy nagyon sarkosan mondjam, hogy tenyésztési programunkban a fekete sarolé nincs benne, és ezt önkéntesen kell, hogy kiselejtezze, és ne vonja tenyésztésbe. Amennyiben ő ragaszkodik hozzá, akkor azt megtehetjük, hogy akkor nekünk elvileg kötelező a leírt szabályozás szerint ezt az állatot bevenni a törzskönyvünkbe, azt megtehetjük, hogy magát a tenyésztőt zárjuk ki azért, mert nem a tenyésztési programunk szerint tevékenykedik. Ilyen értelemben vannak bizonytalanságok az EU-s állattenyésztési rendeletnek az értelmezésében, mert nagyon, ha elolvassa az ember, akkor nagyon liberális sorokat talál benne, és egyelőre nem látom én, hogy hol vannak a határok, amivel mégiscsak tudunk valami egységes arculatot adni, hiszen a tenyésztő szervezet egységes tenyésztési programjának a végrehajtására hát áll össze egy társadalomnak egy szegmense, és az alapkereteket viszont az állattenyésztési rendelet adja meg. Tehát folytatva, az áttörzskönyves vita természetes fedeztetésre alkalmas. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy mint ahogy felvetítettem korábban, az STV rendszerünkben egy év átlagában durván 20%-át eddig kizártuk a tenyésztésből. Most ahogó ez a 20% is alkalmas, sőt az a szegmens is, aki nem vesz részt STV-be. De mégis mi az érdekünk? Az az érdekünk és a tenyésztőknek a jól felfogott érdeke, hogy a hatékonyabb gazdálkodás érdekében olyan tenyészállatokat válogassanak ki saját maguknak, amiknek a termelése magasabb szintű, jobban versenyképes a piacon, és azok az nemzetközi alapelvek, amikről a legelején beszéltem, azok érvényesüljenek. Ilyen értelemben fönt kell nyilván tartani a saját teljesítményvizsgálatot, minél szélesebb körbe kell a tenyészértékeket biztosítani, bízva a gazdák tudatos szakmai alapú megfontolt döntéseiben. Őket kell ilyen értelemben kiszolgálnunk.
másik axióma, hogy mesterséges termékenyítésre használható minden olyan tenyészvék, aminek a gyarapodási tenyészértéke a 0,3-at elérte, ami elég könnyen megugorható érték, és akkor nem vizsgáljuk azt, hogy mit mutat az a tenyészérték, csak azt, hogy van neki. Tehát ilyen axiómák között érdemes ezeket tudatosítani. Új származási igazolás nagyon sarkosan meghatározza, hogy milyen adatokat, milyen sorrendben és milyen formában kell, hogy tartalmazzon. Erre mintát is tartalmaz a vonatkozó EU-s rendelet, a 2017-es, hogyha jól emlékszem. Itt egy kis rövid bemutatása annak, tehát hogy melléktörzskönyvet az elképzelésünk szerint C és B törzskönyvünk lenne, és az A törzskönyvet különböző osztályokra bontjuk. Hogyha megnézzük ezt a diát, ő lenne a C-törzskönyves, aminek saroli küllemi jegyekkel kell rendelkeznie, jól körülhatároltan, tehát nem fér bele a fekete szutyok, nem fér szutyak, nem fér bele a szar fekete színe, vagy a tarka, vagy a fekete saroli, stb. Ha nem ismert a származása, de saroli jellegű az állat, ezt amit konkrétan úgy tudnám mondani hagyományos értelmezésben, hogy R1-es, a 75% körüli sarolelérségi állat az, amelyik nagy valószínűséggel ezt már tudhatja. Itt termelési minimumokat előírhatunk, és elő is szeretnénk írni, hogy bizonyos, tehát rámába, küllembe, izmoltságba a fajtától elvárhatót hozza, és ennek az utódja, minden egyes utódnak, tehát női varó állat a végtermék. Ha ennek a párosításából bika születik, akkor ő vágó. Hogyha üsző, akkor őt szintén tőtörzskönyves bikával párosítva, amennyiben a küllemi minimumokat megugrotta, az utódja átörzskönyvbe bevonandó kritérium alá esik, ami azt jelenti, hogy amennyiben bevettük a céltörzskönyvbe, mert megfelelőnek találtuk, az utódjának a termelése elérte a szintet, akkor ebből a célpárosításból született állatot az átörzskönyvbe kell törzskönyvezni, amennyiben ez női varó lesz. Tehát női varóként tud belandolni az átörzskönyvbe. Amiről beszéltem már, hogy a pedigri alapon átőskönyvbe törzskönyvezett állatok, azok bekerülnek az A0 törzskönyvbe, és különböző termelési küszöbértékek meghatározásával tud A1, A2 vagy A3 szintre minősülni, tehát a törzskönyvi osztályba belépni az állat. A tenyészvika előállítást külön, mint egyik legfontosabb terület. Bármely pedigrés bika, ami A0-nál kezdődik, természetes fedeztetésre alkalmas. Az STV ilyen értelemben elhangzott a továbbiakban önkéntes, nem kötelező. Azon kell dolgoznunk, hogy mindenki számára világos legyen, hogy amennyiben szelektált, minősített állatokat használ a saját tenyészetében, az mennyivel javítja neki a termelési, tehát a gazdasági eredményességét. Ilyen értelemben mi különösen kedvezőtlen helyzetben vagyunk, hogy elhangzott tartottak egy egyetes államtitkáról előadásában is, hogy
az élő állat exportunk messze menően a sokkal nagyobb arányú, tehát a gazdák, a végfelhasználók kevésbé szembesülnek azzal, hogy az ő általuk kiválasztott tenyészbika egyedi eredményessége milyen, nem túlságosan érdekeltek benne, hiszen csoportra, egyre másra vásárolják meg, egységes áron az állatokat, ilyen értelemben ez még nagyobb munkát ad nekünk. A minősítés, mérlegelés, tüleménybírálat, technikusi munka, az osztályba sorolás automatikus és nem végződhet kizárással. A különböző gyarakodási és küllemi küszöbértékek szerint törzskönyvi osztályba sorolás történik. Ez annyi újdonságot teszek hozzá az előzőekhez képest még, hogy a elvégzett modellszámítások szerint ugye az A0-as az olyan 20%-át érinti az STB-be beállított állománynak. Azt célozzuk meg, hogy az A1-es az egy 25%-os egység legyen, a A2-be soroltak aránya 35% és az A3 szintbe az állománynak a 20%-a kerüljön be. Még egy dolgot, hogy innovációként a Breedplan tenyészérték adatok felhasználásával, a Breedplan-nel együttműködésben a BreedObject-nek nevezett szisztémának a magyar körülményekre való alkalmazását is megkezdjük, ami nagyjából azt mondom, hogy euró érték vagy dollárindex, vagy forintindex alapján a különböző tenyészértékek gazdasági súlyát figyelembe véve egy számba gyúrja össze, és az állatnak a gazdasági hasznosságát egy számmal jellemzi, úgyhogy remélem a következő tenyészértékbecslés elvégzésekor már ilyen konkrét további indexel is fogunk tudni szolgálni, előrelépni. A tenyészetek jellemzéséről annyit, hogy a törzstenyészeti rendszer a jelenlegi formájában megszűnik, az elképzelések szerint természetesen, hiszen annyit elmondok, hogy változott a közelmúltban kibővített elnökségi ülésen a tenyésztési szakbizottsággal együtt átbeszéltük, és nagyjából ezt az irányvonalat hagyta helybe előzetesen ez a médium, de nyilván még további tárgyalásokra lesz ez így a szükség. De a lényeg az, hogy a tenyészeteknek a termelési mutatóit, különböző kiemelt mutatóit, amelyek tenyészállatokat értékesítenek, nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon, esetleg kiadványba is, annak érdekében, hogy a különböző típusú állatokat kereső vásárlókat segítsünk eligazodni. És akkor köszönöm a figyelmet. Elég hosszú volt. Köszönöm szépen. Most ugyan a megpróbálom szerepel, de Polgár Krisztián kért egy 10 percet, lehetőséget, hogy szeretne egy előadást tartani, és utána akkor kérnénk rá a kérdés válaszokra. Az mindjárt kérdésem lesz az elején, hogy így mikrofonból, vagy pedig így is teljesen be tudom-e beszélni a termet. Egyik jobb, a másik. Ezért jöttem, köszönöm szépen. Jó, hogy picit korlát az a mikrofon, de függetlenül azért nyilvánvalóan el fogunk tudni kezdeni, és be is fogunk tudni fejezni. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam a mai nap. Talán egy olyan téma, ami egyrészt épül az előző témákra, a másik oldalon pedig aktuálisá is válhat.
2006-ban a tulajdonostársammal közösen, aki itt ül Nagypalival, létrehoztuk az MPK Sarori farmot, akkor kifejezetten azzal a célral, hogy tenyésszük ezt a fajtát, ami itt az előbb elhangzott egy jó pár előadásban. Majd néhány évvel később megfogalmazódott bennünk egy másik gondolat is, és elkezdtük a Sarori Marhahús kereskedelmi rendjének a felépítését Magyarországon. Még pedig azzal a célral, hogy itt Magyarországon a magyar emberek fejében legyen kiemelt érték a marhahús, mint termék. És azt gondolom, hogy az előbb elhangzott előadások mindegyikében egy picit kitértünk erre, és elhangzott néhány dolog erről. Viszont, hogy mi hozta ez bennünk létre, az lehet, hogy érdekes sokak számára. Itt az elmúlt 10 évben nagyságrendileg 40 alkalommal voltunk itt Franciaországban, és nyilván azok az impulzusok, amik ott értek minket, azok hatással voltak a gondolkodásmódunkra is, és nem csak tenyésztés oldalról, hanem mindenképpen mondjuk a marhahúsnak a kereskedelmi oldaláról is. Ott hogyan marketingelik, hogyan jut el az emberekhez az információ, hogyan tudnak esetleg olyan marhahúst tenni, amit itt Magyarországon nem biztos, hogy mindenki. Nagyságrendileg 2010-től mostanáig 3000 mély interjú vagyok túl, különböző emberekkel ültem le, és táplálkozás, illetve egészség témakörben beszélgettem arról, hogy mit is jelent ez az embereknek. Ebből a 3000 emberből nem volt egy sem, akinek a táplálkozás, az egészség ne lett volna fontos. És ezek között természetesen szerepet kapott minden esetben a marhahús is, viszont ezeknek a beszélgetéseknek a következményeként elhozott néhány más dolog is, néhány olyan anomália, amivel a piacon szembesülünk, miért nem fogyasztunk marhahúst, itt elhozott 2,5-2 kg per fő, teljesen mindegy, miről beszélünk, nagyjából a békösségi alatt van, körülbelül úgy néz ki, mint az országnak az egészségügyi állapota a marhahús fogyasztás. És ha valaki marhahúst szeretne is lenni, akkor azzal is szembesül a piacon mindenképpen két információval, hogy elmegy, ezt megveszi drágán, és még szart is kap. Elnézést a kifejezésért, de ez van. Innentől kezdve természetesen a vásárlói szokások, mivel mindenki értékítéletet hoz, és úgy dönt, hogy én a pénzemért mit akarok megvenni, ez azt eredményezte, amit most látunk az elmúlt 30 évben, hogy nagyságrendek 2 kg egy magyar embernek az átlagos marhahús fogyasztása per év. És egy olyan termékről beszélünk, amit legelő lehet tartani, a legelő tartott állat azokat a baktériumokat, amik ott vannak a fűben, fölveszi, ezt a saját szervezetébe szintetizálja, majd pedig ez megjelenik úgy értékként és tápanyagként, amit egyébként mondjuk egy baromfival egy sertéssel nem biztos, hogy el lehet képzelni az istállózott tartási körülmények között. 2015 a Budai Várnak a területén, az Alapáros étteremben a nagy közönség előtt bemutatkoztunk. Első ízben 40 fő vett részt, étteremtulajdonosok, séfek, gasztrobloggerek, különböző rádió és tévés riporterek, turisztikai magazin, és kíváncsian várták azt, hogy a gasztronómia legégetőbb problémájára, az alapanyag hiányra milyen válaszra tudunk felelni. Az előadás után megmondom őszintén, egy picit megdöbbentem, és nem várt fogadtatásra lehetem, ugyanis nagyjából 2 órán keresztül tartottak még ott, és nem volt egy ember sem, aki a gasztronómiában valamilyen szinten tevékenykedik, aki ne szeretett volna azonnal marhahúst vásárolni. Tudnotok kell, hogy ebben az időszakban nagyjából egy marhát dolgoztunk fel egy héten, illetve dolgozhatunk fel valakivel, és ezzel próbáltunk meg valamit elérni a piacon. Odáig jutottunk ezzel, hogy legalább az igényt teljesen pontosan fölmértünk. Ugyanez az időszakra tehető egy másik szegmense is a piacnak, ahol szintén megnyilvánultunk. Elsősorban a táplálkozás, biokémia, sportélettan területén és a sportolók területén, ahol szintén egy nagyon csodálatos közegben olyan fogadtatást feleltünk, ami számomra is meglepő volt. És abból a pár ezer emberből, aki ma, akkor Magyarországon egyáltalán a Sarori szót ki tud ejteni, nagyjából ott tartunk, hogy most 100 000 ember tudja, hogy mit jelent az, hogy Sarori. Köszönhető azoknak a tévés riportereknek, szintén bloggereknek, akik ennek a hírét elkezdték vinni. És természetesen innentől kezdve ez egy leckési feladat volt a számunkra, hogyan tudunk megfelelni ennek az igénynek. És elindítottuk a marhahús kereskedelmi rendjét, elindítottunk egy vágóprogramot. Tavaly év júliusában elkészült a saját feldolgozó üzemünk, ahol azokat a marhákat, amiket mi tenyésztünk, tartunk, elkezdtünk feldolgozni. És természetesen, mivel látható, hogy mekkora piaci igény van,
és akkor az egészben a mi tenyészetünk tulajdonképpen csak egy játékvár. Elkezdtünk együtt dolgozni néhány tenyésztővel, ahol integráció keretében szeretnénk bevonni több tenyésztőt, és megjelenni olyan marhóksor a piacon, ami értékelhető is. Ezért vagyok most itt, és ez az első vágó, tehén vágó iszlő program tulajdonképpen ezt akarná. Koncepció lényege három dologba foglalható össze. Egyrésztről nyilvánvalóan azoknak a tenyésztőknek, akik ebbe a vázi integrációba belépnének, egy extra profit. Hiszen a vágott tehén vagy a selejt tehén kategória az valahol most 420-430 forint körül tendál, és nem igazán szokott magasabb lenni, ha egy picikét kevésbé fejlett a jószágon, akkor még ennél lehet alacsonyabb is, nyilvánvalóan a kereskedők kényének kedvének kitéve. A mi koncepciónkban ez teljesen másképp alakul, és mindjárt meg fogunk mutatni, hogy hogyan. Aztán a következő az pedig a genetikai állománycsere, illetve ami a legvégső és talán a mi számunkra legfontosabb, hiszen az egész tartalmat mögött ez adja, hogy hogyan tudunk az embereknek a tányérjára olyan marhós tenni, amit szívesen fog fogyasztani. Genetika. Egy pár számot én is hoztam, lehet, hogy kevésbé olvasható, viszont el fogom mondani, hogy mit jelentenek ezek. Itt az első sorban fönt vannak a fülszámok azoknak az állatoknak, amit levágtunk, nyilvánvalóan teljesség igénye nélkül, néhányat kiemeltem, mint reprezentatív tömeg. A 74-14-estől egészen a 39-esig, ez mind a saját tenyészetünkből kikerülő tehén. A 74-14-es az egy 11 éves volt akkor, amikor levágtuk, a 25-es sorszámmal kezdődőek azok 5 évesek voltak, amikor levágtuk, és a 42-es, 27-es, 39-es sorszámmal kezdődőek is szintén 5 éves korukba vágottak. Az élősúlyok itt láthatók, de ami talán sokkal fontosabb, az pedig a kitermelés kihozatal. Nagyjából 61% körül szóródott. Ez mind a saját tenyészetünkből kikerülő állat, illetve néhány olyan, amit korábban eladtunk valakinek, de mi tenyésztettük, és náluk nevelkedett, aztán elhoztuk magunknak, és tulajdonképpen valamilyen szinten följavítottuk, még képeket is fogok elmondani. A következő 4 szám, ez más tenyészetekből kikerül állat, itt is van köztünk egy tenyésztő, akinek az állatai ezek között szerepelnek, és látható, hogy a genetikai különbség hogy kidomborodik, pedig korban egyáltalán nem volt különbség, és nagyjából 5-6%-kal elmaradt, sőt volt olyan eset, ahol talán 8-9%-kal elmaradt a vágási kihozatal attól, amit egyébként elvárnak. Egy következő dián ugyanez üszőben, ami még ugye nem ellett állat, vagy hogy néz ki. A 35-es, 22-es, 51-88-as, ezek a saját tenyészetünkből kerül állatok. 62,3%, illetve egy esetben kiemelkedő 65%-ra vágódott az üsző. Míg egy másik tenyészetből kikerülő állatok, ezek inkább 59% körül, tehát 60% alatt szóródtak. Ezek az állatok, ugye mondtam, hogy egy pár képet be fogok mutatni, ezek azok az állatok, amiket a legelején felsoroltam, azok a tehenek, itt a fülszámok nem láthatók a képen. Nagyjából ez egy májusi időszak, ugye a fűből is látható, hogy még elég gazdag volt a fű. Szent Lőrincbe lepoztuk ezeket az állatokat, és itt a 25-11-es számú állatokon látszik, hogy hogy néz ki, mennyire le van sorányítva. Egyébként ennek volt egy problémája az elés környékén, valamilyen megsérült a lába, és onnantól kezdve nehezen javult. Viszont a következő képeken látható egy extra javulás. Tudunk ezen a fényerőnek kicsit állítani? Nem biztos. Jó. Hozok egy közelebbi képet. Az az állat, amit az előbb adottam, 25-11-es, ez itt látható. Májustól, ez nagyságrendileg júliusi ez a kép, közel 100 kilót pakolt magát. Ez a 42-es számú állatunk, ez egy 5 éves minálunk nevelkedett, a mi tenyészetünkbe született, aztán elkerült egy másik tenyésztőhöz, egyenlése volt, utána pedig ide került vágásra, és abból az állapotban, amit az előbb láttunk, ez is nagyságrendileg egy 100 kilót javult 2,5-3 hónap alatt.
Ez egy francia tenyésztőnek az üszőállománya. Innen hoztunk be egy pár darabot, kíváncsiak voltunk arról, hogy a francia állatok hogyan vágódnak, illetve nem csak vágási kihozatal tekintetében, hanem minősítésnek egy más formájában is, márványozottság, húskihozatal, egyéb fagyú borítottság tekintetében. Ezért is fényképeztük le ezeket, látható, hogy ezért itt is megjelennek a húsformák. Ezek még nem azok az állapot, nem ez az állapot, ami nekünk a legkívánatosabb lenne. Nagyjából itt ilyen 700 kg körül szóródnak. Amikor ezeket vágtuk, 850-900 kg-sok voltak ezek az állapot. Ez is egyébként a cél. Oké. Ami fontos lehet mindenkinek, ugye eddig volt a genetika is, most mindenképpen egy picit az extra profitnak az állalkozása hogyan néz ki. Mi az, amit mi jelen pillanatban tudunk kínálni a piacon, mert ez érdekes lehet sok mindenkinek. Fizető ára tehén 7 év felett. Miért határoztuk meg ezt a 7 éves kort? Az a tapasztalat, hogy az anyagcsere ebben az időszakban még igen intenzív, és tulajdonképpen bármilyen tehénre elég komoly mennyiségű izmot tudunk, illetve fagyot pakolni, hogyha ez megfelelően van takarmányozva. E fölött a kor felett elképzelhető, hogy az anyagcserének a lassulásával már kötőszövetesítik egy kicsit az izom, más minőséget fogunk majd kapni húsfogyasztáskor, illetve esetlegesen másképp fogja rakodni az állatunk, de mindenképpen itt ez lehet egy mérőszám. Vágási kihozatalra fizetünk, de természetesen a vágási kihozatalat utána átkonvertáljuk élés újra, és nagyjából úgy néz ki, hogy az 52%-os kihozatal alatt ez külön alkú. Ez egy, mindenképpen egy sovány tehénről beszélünk akkor. Fölött elkezdődik egy profit maximalizálás, hogy így fogalmazhatok, és akár egy 59%-os kihozatal is nyilván fölött is láttunk már állatokat, 500 forintot is fizetünk most jelen pillanatban egy vágó tehénért, akkor, amikor 420-430 forintos felvásárlási árakkal hallok én többek között az egyik legnagyobb magyar vágóhídról, a Kalocsaitól. A fizető árak tehén 7 éves korig, itt kettő kategóriát is megkülönböztetünk. Az egyik az az, ami egy hagyományos takarmányzás mellett természetesen adunk instrukciókat, hogy mivel érdemes, de itt beleszólhat az erjesztett takarmány, adott esetben esetlegesen egy szója, mint fehérje hordozó is, bár ezt nagyon szeretnénk elkerülni. Egy másik esetben pedig nincs erjesztett takarmány és nincs szója. Mert nekünk a minőség mellett ugyan annyira fontos az embereknek az egészsége is, és a mi értékrendünk szerint sem a szója, sem az erjesztett takarmány nem igazán való mondjuk a tehénnek a szervezetére. Annak ellenére, hogy nagyon sokan más gondolnak erre. Oké, vágási kihozatal szempontjából itt is ugye az előbb említett szórások 60-62% között voltak a mi teheneink. Ez azt jelenti, hogy 540 forint jelen pillanatban felvásárlási ára élősúlyba ezeknek a teheneknek. Ha ez erjesztett és szója nélkül működik, akkor pedig még 20 forintot erre rárakunk, és ez 560 forint. Mit jelent ez egy 800 kilós tehén esetében? Ez azt jelenti, hogy az összeg az 432.000 forint, nagyságrendileg 32.000 forinttal első esetben, másik esetben pedig 48.000 forinttal magasabb árat kap valaki egy tehén után. És nyilvánvalóan, hogyha valakinek van 10 tehene, 20 tehene, 30 tehene, amit vágásra szánna, mondjuk ilyenkor novemberi időszakban vagy utána, mert lehet, hogy tartási kötelezettsége még van, ez mondjuk lehet egy meghatározó összeg. Az üszőknek a fizetőár alakulása, ez nagyjából megfelel most annak, amit egyébként a török, vagy éppen valamelyik kereskedő szervezet a tenyészüszőjén fizet. Tulajdonképpen simán a 62-63% fölé tudunk menni, ezért is emeltem ezt ki kékkel, mert ez egy olyan átlag, amit bárki bármikor el tud érni. És tulajdonképpen azt jelenti, hogy 576.000 forint egy 800 kg-os üsző. Én azt gondolom, tenyészüszőben is egy jó ár, nem mondom, hogy kiemelkedő, hogy nyilván magasabb ár is lehet adni egy két éves tenyészüsző, de mindenképpen az az üszőnk, ami nem oda van számva, azért egy komoly árat tudunk fizetni. Oké. A végén hoztam egy kalkulációt, hogy ez mit jelenthet. Ugye abban az esetben, hogyha van egy 700 kilós tehenünk, és ezt levágjuk ebbe a súlyába, ami mondjuk nem egy sovány, de nem is egy kihízott tehén, nagyságrendben arra lehet számolni, hogy 53-55%-os vágási kihozatal fogunk tudni kinyerni ebből az állatból. Az élősúly kilogram fizető ára az 450 forint, közel 315.000 forint az, amit meg tudunk ezzel kapni, mint amortizációs veszteség tulajdonképpen az akárhány éves tehenünk után.
hogy egy tehén 7 éves korig írtuk föl. A néhány szám még, ami kimutatásra kerül, az az, hogy 700 kilóról 800 kilóra növeljük ezt az állatot. Azokkal a paraméterekkel, amiket mi kikísérleteztünk és mi véghez vittünk, nagyságrendileg, ha csak 1 kg per testtömeg gyarapodásra számolunk, akkor nyilvánvalóan ez 100 nap, mire eléri ezt a súlyt. A költség vonzata az nagyságrendileg 700 forint per nap, az azt jelenti, hogy 70 ezer forint. Ebbe a mi tartási körülményeink között belefér egy állatnak a napi takarmányzása és tartása. Nem legyen. Oké. Visszatérve ide, hogy hogyan is alakulnak itt az árak, abban az esetben, hogyha itt valaki erjesztett takarmányt is használ, hogy a felvásárlási ár, ha ennyit gyarapodott az állat, 520 forint lesz, ez egy 31 ezer forintos profit lesz ahhoz képest, amit eladta 700 kilós korában. Ugye az összeg az megváltozik, hiszen nem 700 kilót fogunk kifizetni, hanem 800 kilót. Viszont a kettő közötti profit különbség azzal, hogy a napi költséget levontuk belőle, az 31 ezer forint. Ha valaki ezt erjesztett nélkül megcsinálja, akkor ez 47 ezer forint extra profit, azon felül, amit egyébként is kifizettünk volna neki. Ez természetesen fölötte van annak, amit egyébként meg mondjuk 420-430 forintos felvásárló áron kifizetett volna, mondjuk valamelyik mávógép. Ez egy extra tenyészállatunk a saját tenyészetünkből. Azért hoztam ezt utolsó képnek, mert ugye a genetika alap volt az elején. Szeretnék ezzel a koncepcióval mindenképpen azt előirányozni, amellett, hogy a tenyésztők egy komolyabb profithoz tudnak jutni, hogy induljunk el azon az úton, hogyan tudunk egy genetikai állománycserét végrehajtani, mert nem csak a selejt kategóriába fogunk tudni magasabb hasznot elérni, hanem a felnevelés során mondjuk egy bóri, hogyha 6 hónapos korára vagy 7 hónapos korára 300 kg fölött választódik és nem 190-ben, az nyilván nem lesz mindegy. Milyen tejtermelése van az anyállatnak, mennyi takarmányt fogunk addig felhasználni és ragozhatnám ezeket a dolgokat. Én köszönöm szépen a figyelmet, azt hiszem, hogy ebben a 10-15 percben bőven belefértem, hogyha valakinek az érdeklődését felkeltettem, akkor engem, vagy pedig a kollégámat itt a sorokban Nagypalit nyugodtan lehet keresni, és örülök neki, hogy részt vettem ezen az előadáson. Köszönöm szépen! Köszönöm Krisztiánnak az előadását, és azt hiszem, hogy mindenki számára jó az, ha ő a piac, ha ő azon lehetőségeknek a száma, ahol jelentősebb eredmény, vagy hát eredményünk javítását lehet elérni. Én azt hiszem, hogy ez a vállalkozás biztos, hogy arra fele halad, és a morális fogyasztás, annak a növelés az alapvetően érdekünk, hogy ez. De az emberek is az lenne, csak úgy alakult ez, hogy régen nagyon jó marha mindig alapható volt exportra, tociba is. A legjobb állatokat eladták élőbe exportra. Ide az a mindig a tején vagy a selejt állat maradt. Hát most is a hazai piac nagy része az a mostani tején hús, és nem a minőségi marha hús. Tehát ezért a piac megnyeréséhez kell a minőségi hús, és hát a propaganda, illetve a marketing természetesen. Köszönöm szépen, és akkor most kérdések, tessék, Tamás. Jó napot kívánok, Csillés Tamás vagyok. Zoli bácsi, szerettem volna szólni két szót itt a genomikával kapcsolatban, hogy a senki nem cáfolja meg, nem is cáfolta meg, hogy a legmegbízhatóbb az, amikor az ivadékvizsgálatnál megtörténik. Itt úgy gondolom, hogy a genomikát azért kell mindenféleképpen bevezetni, még hogy egy kicsit kisebb is a megbízhatósága, mert embrionális korban van jelentősége, meg előhasznosításnál. Tehát vagy embriobiopsziával kinyert DNS mintából már meg lehet majd mondani, nem is olyan sokára, hogy mondjuk vesz valaki tőlem egy embriót, akkor meg tudom neki mondani, hogy nagyságrendileg ez a 70% körülű megbízhatósággal ez erre lesz képes például, és tudja, hogy mit fog venni. Vagy amikor megszületik egy jó szőbúrvé tenyészetbe, le tudnánk tőle venni a DNS mindent, és akkor láthatnánk, hogy érdemes-e vele foglalkozni, vagy nem, mert ugye elég hosszú így a szarvasmarhának így a generációs intervalluma, és szerintem ezzel legalább egy 2 évet tudnánk nyerni, hogyha mondjuk azt elkezdeni most is, akkor nyilván ez a lényeg az egésznek. Viszont
természetesen egyetértek ezzel, és egy fél mondatomból utaltam is rá, hogy a lállatok fiatal korában van ennek jelentősége, és fontosnak tartjuk, hogy a generációs intervallumot azt mi is tudjuk szűkíteni. Azt is látjuk, hogy még amikor fiatal, de már vannak ivadékai, még akkor a megbízhatósághoz nyilván hozzá tud tenni. A mi lehetőségeink szerint dolgozunk azon, hogy ezt a genomikai tenyészértékbecslést mi is be tudjuk vezetni. Azt tudjuk jól, hogy a Franciaország ez ügybe nem túlságosan együttműködő, bár vannak jelei az együttműködésnek, de érdemben nem tudunk ezt előrelépni. Ugyanakkor azt is elmondom, hogy más országban is tapogatózunk, és várom az érdemi választ. Szóbeli ígéretet már kaptam rá, de leírva még nem találtam. Ez úgy szintén a világkongresszus személyes kapcsolatokból adódik. Remélem, hogy az érdemi válasz az olyan lesz, hogy tényleg el tudunk indulni, mert gyakorlatilag összességében azt, ha minden egyes tulajdonságot megnézünk, amit ezen az áron mondjuk kevesebb, mint 50 dollár durván, ami a napi ár most, és ebbe a származásvizsgálattól kezdve a különböző betegségekre, vagy genetikai betegséghordozóságra való szűréssel együtt még a különböző tenyészértékre is kapunk információkat, ez nyilvánvalóan előnyös és hasznos. Amit szerettem volna ezzel a párdiával kihangsúlyozni, de biztos elmaradt az a mondat, hogy hallottam olyan fajta megközelítést, aki azt mondja, hogy a genomika mindenható, és onnantól kezdve hagyjuk abba a hagyományos tenyészértékbecslést, mert nincsen neki jelentősége. És ez a néhány dia arra hívja fel a figyelmet, hogy a hagyományos tenyészértékbecslés a jelenlegi ismeretek szerint pontosabb, és helyén kell kezelni a genomikai tenyészértékbecslést. A fiatal állatoknál ivadékvizsgálat nélkül nagyon sokat tud hozzátenni, látványosan sokat, aztán egy idő után elveszik ez a plusz, amit tud nyújtani. Ennyi, köszönöm. Nem tudom, Miklós, mennyire elfogadott ez a GEP és a támogatás, és régóta mondjuk, és nagyon-nagyon lényeges lenne, és aztán minden állattenyésztő számára nagyon fontos, hogy azok oda kerüljön a támogatás, akik küzdenek ezzel a jószággal, és hát a GEP ez a GEP rendbetartása, annak a biológiai rendbetétele, ahhoz kell a, és hát a fenntartása, a biológia fenntartása a gyepeknek, ez kell a marha, a birka legelő állat. Na most ezek elmúlt időszakban úgy történtek, ezért nem azok kezébe kerültek ezek a gyepek, hanem azok, hogy vannak, akik konkrétan állatot tartanak, hanem akik meg tudták szerezni. És ez a támogatási forma, ami változás, amit javasoltunk, én azt hiszem, hogy minden állattenyésztő számára egy nagyon jó dolog lenne, nem tudom, hogy sikerül majd keresztül, vagy van lehetőség. Köszönöm a kérdést. Az, hogy sikerül a keresztül vinni, az nyilván még a jövő kérdése, azt én sem tudom megmondani, de amikor felvázolt a problémákat, azokat természetesen mi is láttuk, illetve a tagság részéről érkeztek ilyen jellegű megkeresések, illetve észrevételek, amelynek kapcsán gondoltuk azt, hogy mindenképpen célszerű lenne a támogatások elosztásánál ilyen módon figyelembe venni azt, hogy ténylegesen állattartó gazdálkodókhoz kerüljenek. Ott is kiemelt többlet támogatással, illetve többlet ponttal induljanak azok, akik a minimális állatsűrűség felett vállalják az állatoktartási fenntartását. Úgyhogy mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez így lenne végül. Köszönjük. Tessék.
Én a Kámos László vagyok, csak gyorsan, aki nem ismer, én is kezdtem végeztem, hogy dr. Vágon Fezsorba és a Sülek Katalin. Én két éve léptek be körülbelül az Egyesületbe, azt hiszem a svéd világ progresszusok kívül az utat, amit az Egyesület rendezett, rendezvényt mindenütt jelen voltam. Elsőkor, amikor még négy üsző volt, akkor kettőt kiállított a más helyen, idén pedig a Marci bácsitól vásárolás, hogy a Richard Péla voltam jelen. Én nagyon majd Zolit nyilván interjúoljuk közepén, mert itt iszonyatos sok információ volt, hogy nekem az mondja, hogy pedigrés, átpedigrés, anya átpedigrés, apa az a tűző esetében most csinálja automatikusan a pedigrésnek, itt ha jól tudom, és a bikáknak egy közös sajátésnél vizsgálat volt. És akkor ez én hogy én akkor azt gondolom, hogy a felvetődött a külöbbi bírálat megszervezési francia instruktorok, azt mondom, kapcsán, de azt mondom, hogy ő helyszínként hogy ebben vagy állunk, vagy akkor itt, hogy ez lesz, akkor a még jobban gondolom, hogy a külön virált tanfolyamnak a megszervezése még pontosabbá válik. Illetve még egy csak szűkén mindez, hogy majd egy jobb is. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a szakmai munkának a hatékonyságát nem csak hogy növelnünk szükséges, hanem a környezetnek, a potenciális felhasználóknak a tudatosságát is arra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hogy ők is tisztában legyenek azzal, hogy a mi szakmai munkánk mitől hatékonyabb, mint a mindenféle kiválogatott, mint ami a Holstein magyar tartvány fenyés bika használó. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy a rendelet ezt a lehetőséget megadja, az mindenki tisztában kell legyen vele, hogy ez egy lehetőség a futottak még kategóriának, amiben kénytelenek vagyunk együtt élni, de nekünk csak is a magas szintű szakmai munka irányában van az előre, ilyen értelemben az STV rendszert szerintem föld kell tartanunk, igyekezni még magasabb szinten végezni, gyakorlatilag annyit tudok mondani, hogy megegyezés van róla, hogy március végén lesz újabb tanfolyam. Tehát ezt semmiképpen nem akarjuk abba hagyni, nem akarunk betlére játszani, hogyha ezt megengedi a rendelet, hogy semmit ne csináljunk, akkor mi azt szeretnénk, hogy nem is kelljen semmit csinálni. Szeretném kérdezni, hogy a fecsési közgyűlésen említetted, hogy ugye a Birkánál folyamodó a tenyészkos támogatás, és hogy a húshoz kumaránál, illetve általában marhánál ez a, akkor azt hiszem 650 ezer forintot forintosítottál is, hogy ennyi államtámogatás várható, és akkor hogy ez hogy áll jelenleg ez a téma, milyen fázisban van, mikor várható ebből eredni? Hát itt akkor gyorsan fogom továbbadni a szót, tartottak itt a másnak, mert ott van náluk a kérelmünkben. Tamás, tudsz esetleg erről nekünk valamit mondani? Most már több hónap, de ugye volt egy választás, és azóta nem tudom. Köszönöm szépen, semmit nem ígérek. Hogy egy picit kontextusba helyezem a dolgot. Igen, a juhágazatban van, lyukeski ágazatban van korsupak, tenyészkorsupak beállítási támogatás. Nyilvánvalóan ez volumenében kisebb. Ugye említettem, hogy sok különböző típusú támogatásra és a kedvezményezettek számára nagyon sokszor nem egyértelmű, hogy honnan jön a támogatás és milyen eljárásban. Ez a korsbak támogatás, illetve a tenyész, ami már létezik, a tenyészik a támogatás, ami reményeink szerint egyébként fog létezni. Tehát szakmapolitikailag mi ezzel egyetértünk, hogy ezt támogatjuk. Ez egy klasszikus de minimis állami támogatás. Ugye ez azt jelenti, hogy a de minimis támogatás egy olyan állami támogatás, ami engedélyezett a közös agrárpolitika keretén belül, tisztán nemzeti forrásból jön. A mértékét viszont két dolog befolyásolja. Az egyik az egyéni keret, a másik pedig az ország keret. Tehát de minimis támogatást termelő, mezőgazdasági termelő 3 évre legfeljebb 15 ezer eurót kaphat, ez most a plafonja. És nem csak ezt nézik, van egy másik plafon is, hogy a tagállam mennyit oszthat ki. Na ez van kimerülve Magyarországon.
Tehát jelenleg Magyarország teljes mértékben kihasználja a de minimis keretét, és egy olyan mértékű támogatásra, mint amilyen teljesítik a beállításához szükséges lenne, vagy amelyikor a szakmailag indokolt lenne, ezt az ország keretünk most nem viseli el. Ezért nincsen a költségvetésbe betervezve 19-re, és 18-nak másra vége. 19-re ez nincsen betervezve, de még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy szakmapolitikailag ezt ne támogatnánk, ez most egyszer költségvetési kérdés miatt van. Köszönöm. Hogy egyértelműen nem magyar költségvetési kérdés, hanem a de minimis keretünk gyakorlatilag teljes mértékben ki van használva az országra. Köszönöm a szót, általában hozzászoktam szólni. Az egyik kérdésem az, hogy a támogatási rendszereket mutattuk, és az állattartó telepek korszerűsítésére adott összeg és annak a lekötöttségi szintjét is láttuk. Mindannyian tudjuk, hogy milyen anomáliákkal küzdünk, időbeli eltolódások és olyan közgazdasági változások, amelyek minden gazdát érintenek, azon kívül természetesen szakmai szempontból is egy jelentős változás történt az elmúlt két esztendőben. Várhatóan látjuk-e már, hogy mennyi a visszaadott pályázati támogatás, illetve az időintervallumi esetleges módosítására van-e lehetőség, meg talán az is, hogy milyen mértékű keretösszelítéssel lehet esetleg fenntartani az egyébként megnyert támogatást, ha az már nem fér bele egyéb szakmai szempontból a támogatásba. Egy általános gondolatot is szeretnék hozzáfűzni. Egyértelmű, hogy az elmúlt alaptámogatások eszközértékűek voltak. Bebetonozott vagy megépésített eszköz, hányadot takartak le. Valamilyen szinten kötöttük a termelés mennyiségű és esetleges hatékonysági mutatóihoz is a felhető pályázati pontszámot. Egy nagyon fontos dolgot viszont meg kell, hogy említsek. Hát én úgy érzem, hogy és igaz azoknak a közgazdászoknak a véleménye, akik hosszabb távra tekintenek, hogy forintosított tőke beruházáshoz a mai világban legalább ötszöröse szakmai, elméleti területen kapható támogatást igényelünk. Mi azért vagyunk itt, hogy többet tudjunk, és a többet tudás akkor ér valami, ha azt alkalmazni is tudjuk itt. Nyilvánvalóan a genomikát megemlíthetjük, mert az előzőkben sor került rá, de az informatika, a precíziós gazdálkodás felvétele egyáltalán alkalmaz, hatósága a szakmai képzést igényel, bár a generációs váltás ebben nagyon sokat segít, hiszen a fiatalok ezen a területen gyorsabban aklimatizálódnak az adott körülményekhez. Ugyanez vonatkozik a második előadáshoz is. Úgy érzem én is, hogy létrehoztunk egy nagyon komoly szervezetet. Én annak idején, amikor még az ausztriai bemutatkozás itt volt Magyarországon, hogy ők hogyan szervezték. Elsődlegesen pont az a célja, hogy a tagjaink részéről megfogalmazott kérdéseket, értékeket vigyük tovább, és azt próbáljuk elfogadtatni azokkal a szervezetekkel, akik ebben a kérdésben döntenek. Ugyanez vonatkozik gyakorlatilag a Tenyésztő Egyesület beszámolójával kapcsolatosan is, és egyértelműen összefoglalva mutatnám azt, hogy az úgynevezett hozzáadott érték, amely termelési munkánk eredményeként megvalósítható, erre kell lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetni. Nyilvánvalóan ebben benne van Krisztiánnak az előadása is. Én nem vagyok kritikus, nagyon jó iránymutatásnak tartom, hogy minél magasabb értékkel értékesítsük az általunk előállítható termékeket, mindegy, hogy szántóföld vagy húsmarha, de mivel most itt ebben a teremben elsősorban ez ilyen prioritás, a húsmarhánál is ugyanez a véleményem. Tehát összefoglalva a végső kérdésem mégis csupán csak az, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen mértékű és
adható támogatást tudunk hozzárendelni az oktatáshoz, a képzéshez. Mert szerintem ez egy kulcskérdés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én is a kérdést kezdeném a végén. A generációváltást magunk is nagyon fontosnak tartjuk, és ha valaki esetleg követte, akkor most már hála Istennek megjelent a minisztériumunk új szervezet és működési szabályzata, amiben terveink szerint egy külön egység fog szerepelni a generációváltás és a fiatalítás kérdéseivel kapcsolatos intézésre. Ez valóban nagyon fontos, hogy a következő vidékfejlesztési programban szaktanácsadásra, képzésre milyen mértékű támogatások lesznek elérhetők, nem biztosan a labdát, ez jelentős mértékben fog azon múlni, hogy mekkora rá az igény. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, akkor a korábbi vidékfejlesztési programokban, és ezt most egyáltalán nem negatív értelemben mondom, az első mindenkinek az volt, hogy vásárolt egy traktor, ha kellett volna. Erre volt igény. Azóta szerintem jelentős fejlődésen mentünk keresztül szemléletben is, és csak egyetérteni tudok azzal, hogy mennyire fontos a képzés és a szaktanácsadás, és az elérhető összes egyébként, ez jelenleg is benne van a rendszerben. Tehát nyilván fordítható erre, és nem csak vidékfejlesztésből, most mondhatnám, akár a tésztámogatásokat, ahol kötelező erre költeni például. Tehát ez benne van a rendszerben, a kérdés az, hogy mennyire használjuk ki. Nyilván nagyon-nagyon fontos lenne, és a versenyképesség szempontjából nem csak a technológiai fejlesztés kardinális, hanem pontosan a tudás bázisnak a szélesítése és mélyítése is. Úgyhogy igazából ezzel csak egyetértünk tudom. A konkrét támogatási összegekre vagy arányokra vonatkozóan nem fog tudni most részletesebb adatot mondani. A vidékfejlesztés nem hozzám tartozó terület. Amikor egy ilyen előadást összeállítunk, akkor az aktuális adatokat megkérjük a kollégáktól. Nyilván nem mutatható be teljes részletességgel minden, így is majd másfél órát beszéltem. De hogyha erre van igény, akkor ennél sokkal részletesebb adatokat is tudunk nyilván adni. Úgyhogy akár engem, akár a vidékfejlesztő kollégákat, hogyha megkeres írásban, pontosítjuk a kérdést, és akkor válaszolunk rá. Köszönöm szépen. Köszönjük a választ. Igen, most már igen. Közben jelzés érkezett, hogy az emlék hígülőben van. Nem azért, hogy valakit is a kérdéseitől elállítanék, de hogyha van még kérdés, akkor az természetesen tegyétek fel. Az előadóink köztünk maradnak, remélem a telekátolgatáson menet közben is tudok esetleg kérdezni. Van-e még, vagy belőttem ezzel a kérdéseket, hanem akkor megköszönöm mindenkinek a aktív részvételét. Most az ebéd következő, utána pedig a katolikus most akarsz esetleg valami majd a tenyészet látogatása, most akkor itt helyben van az ebéd, jó, hogy várjátok nekem.